Sziasztok! Ó, na, nem. Szuper, jól van. Ja, ez az alfa, ez van. Igen, mert az előbb... Tudod, fejed van az index képen, és ilyen... Igen, igen, mert azt hittem, hogy nem megy. Sziasztok, szia, alfa, ez. Igen, mert az előbb elindítottuk, és nem ment. És azt hittem, hogy valami probléma van, hogy nincsen internetem, meg ilyenek. Igen, most már telóra is van moderátori nézet. Szia, Pamunka, szia, Való, Flo, Heki, Your Fun Blan, Flon, Fun Blan. Szia, Endgaming, sziasztok, sziasztok. Na, itt van velem Atika, meg Klauska. Sziasztok. Klauska nincs valami? Palacsintázni fogunk. És igen, palacsintázni fogunk, ugyanis eljöttünk a palacsinta piknikre, ami nem tudom miért piknik, de igazából ilyen sörpadok vannak, és itt lehet különböző palacsintákat megkóstolni, enni. És egyébként nem egy ilyen hatalmas, egy fesztiválról, ilyen palacsinta fesztiválról van szó, csak ilyen kis, csak egy ilyen kis mini. Mit írtam? Atika, a kis Atika. Én is kinek palacsintát, jó étvágyat, köszönjük, szia Bence, mindet. Szia Motki, ez. Úgyhogy... Ilyen CK, VLC. Most még egy percet várunk, és aztán mehetünk. Szegény Atit itt éheztetem, mert Ati már nagyon szeretne enni egy jó túrós palacsintát. Mert én ma még csak amúgy egy műzit tettem. És én itt most visszafogom, mert most az elmúlt negyed órában itt a streamet, vagy streammel kapcsolatban csináltam a dolgokat. Milyen? Atika a tegnapi dupla gofri után palacsinta, mert akkor van is edzeni poporra. Mert megvoltam, hogy pont poporra edzettetek, nem? Igen, amúgy ma voltunk. És amúgy meg se ettem a gofrit, a másik, de meghagytam a felét. Klau, ma egész nap ilyen volt nekem, hogy így beállt a fenekével, meg a lámbával, hogy fogd meg, milyen kemény. Kemény. Mindenkivel ütöd az ajtónak, és kitörik az ajtót. Ati mindig éhes, hallod? Már bocs. Kicsit sémálnak. És akkor kérdéses, hogy miért van bífem a cseteddel. Jó, te kezdted, vald be. Ja, mert tényleg nem is tudod, hogy megmondtam nekik, hogy sajnos nem mentek a Pécsi Talibán. Tudom, láttam ezt. Én olvasom mindig ezt a csoportot, percenként. Percenként, mindig ott vagyok, csak nem válaszolok. Ja, nem nyúlok. Képzeljétek el, beszéltem a Vivivel, mert ugye ő ajánlotta nekem ezt a programot, és amivel streamelek, és eddig gond nélkül működött. És írtam neki, hogy most először volt egy elég nagy probléma, ugye, amikor IRL streameltünk, igen, az erdőben, kirándultunk, akkor ilyen giga nagy lett a chat, és ő mondta, hogy az első számú szabály, nem csak ennél a programnál, hanem alapból az IRL streamnél, hogy nem szabad hozzáérni ahhoz a telefonhoz, amiről streamelek, és most hozzáértem, és már... Probléma van, hogy megakadt, mi az? De ha legaljára tekered, hogy miért akar? De folyton legaljára tekered, azért mert hozzáértem. Ja. Szóval nem szabad hozzáérni a chathez, és akkor nem lesz gond. Azt mondta, hogy mindig kell egy másik telefon, amiről nézem a chatet, de az a baj, hogy a másik... És azt mi hol fogod? A másik telom, amúgy ugye, hát még van egy, az a baj, hogy a másik kezembe... az iPhone-t tudnám fogni, de az meg annyira gyorsan lemerül, hogy... Már szerintem 10%-on vagyok. Csak a szám. Na jó, most már itt vagyunk sokan, bár azt látom, hogy 12-en vagyunk, de nem hinném. Úgyhogy Többen írnak, mint 12-en. Honnan szeretnéd kezdeni? Azért onnan, mert hogy csak kevés fős, akkor elmegyünk a végéig. Jó. Őket se hagyjuk ott ki. Jó, okés. Na, közben írjátok le, hogy mi újság, hogy vagytok. Halljátok, nagyon-nagyon jó idő van. És itt vagyunk, ez az Allénál van egyébként ez a, hát nem palacsinta fesztivál, ugye palacsinta piknik, és amúgy nem csak palacsinta van, hanem más dolgok is. Úgyhogy most elmegyünk az elejére, vagy hát az egyik végére, vagy hogy mondjam, és akkor onnan végig megyünk, leszprímelem nektek, hogy mik vannak. 103-on vagyunk, köszönöm szépen, szia Viktor, beteg vagy? Jobbulást, Jörfán. Szóval végigmegyünk mindenen, és utána eldöntjük, hogy mit eszünk. Attila már most megállt, hogy ő nagyon éhes vagy? Nem. Hát, hogy már megállt el a kajánál. Hát elolvastam, hogy mik vannak. Ja? Gyere, induljunk el. Itt nem is kaják akkor vannak amúgy. Forduljunk, nem? Ja, hogy ezeket meg se nézzük? Mert csak a kaját? Kamu mindig megáll. Bocsánat. Ezek micsodák? Édességek, oda van írva. Azt, de jól néz ki. Nézzünk meg minden. Mi? De nézzük már. Nem bírom magával.
Fú, de jó. Igen. Jó napot kívánok. Jó napot. Jó napot. Mennyire jó a formája. Ja, ez itt török édesség, kelet, nem? Keleti csemegék, örmény, de török-görög arab világban mindenhol elterjed. Hát. Ezek hozzáadott cukor nélküliek, ezek hozzáadott cukorral készülnek. Fú. És meg is lehet kóstolni, ha gondolják. Attila dorongja. Igen, elég érdekes. Az a gyümölcsök, pirított zapfelé. És ez is cukormentes? Az cukormentes, csak a gyümölcscukor. Attilának hívják. Akkor ebből én kérek. Tényleg? Igen. 8-10 kérek. Saját dorongodban? Hát hazajön. Ilyen 10 deket. Ó, de jó. Az a gyümölcsök, zapfelé és vörös álfaja. Milyen a dorongod? Most jaj, köszönöm szépen. És hozzád a cukor nélkül, egy ilyen kisebb szelet jöhet? Uh-huh. Igen, 10 deket. Igen, az jó. És kell egy kártyától fizetni? Jó, ugye szelet. Jó. És ez nagyon egészséges, 13 a 2050. Nagyon jó. Az előbb azt mondta, nem szeretnék ilyet, és konkrétan fél perc alatt vásároltam. Jó. Mint ének egy kutának. Jaj, de jó. Ezt el is nyomjuk. Na, itt vagyunk egyébként a glutén és cukormentes kézműves édességeknél. Ilyen paleó termékek vannak itt. Mehet a kártya. Köszönöm. Na, közben azt nézem, hogy nincsen... alert. Leírjátok, please, hogy ki támogatott mennyivel. Most eljöttem a bácsitok köszönés nélkül, csak most láttam közben, hogy nincs alert. Nagyon vicces, hogy Attila dorongjából vett 10 dekát. Ne, Adi, nem pulzusvásár, pulzus? Annyira vicces, milyen gyorsan vettél, és Bence azt mondja, hogy pulzusvásárlás, de az impulzív. Impulzus. De impulzív vásárlás. Nagyon jó. Mennyibe kell ült? 2000 forint. Jó lága. Ez a falán. Olyan, mint amúgy egy ilyen mindenmentes kenyér. Nem, köszönöm. Nagyon finom, régebben imádtam ezeket. 8 hónap feliratkozás, Jasi. Nagyon szépen köszönöm, Jasi, a 8 hónapos támogatást. Szia, házi. Lemaradt az IM. Semmi baj, Bence. Attila, és a péksüt, igen. Ez nem péksüti. Igen. Ez ilyen zab... zab. Na, és akkor itt már palacsinta van. Palacsinta. Nem tudom, miért így mondtam. Borzasztó ez a... Oda nézzetek, streamelem a palacsintákat. Rózsaszín palacsinta, sárga palacsinta. Na várjál. Ez a Zsanna Manna palacsinta, gyümölcsökkel és magvakkal hozzáadott cukor nélkül, illetve csökkentett cukortartalommal. Hallod, Ati, te, lehet, hogy te tudsz egy csomó mindent venni, mert ez is ilyen csökkentett. Palacsinta, meg minden. Hol van? De van írva. Nagyon gyorsan elkészül. Hát menjünk végig, és akkor megnézzük, hogy milyenek vannak. Sárga! Oké. Most igen, pizza. Itt pizzát lehet kérni. Sár, eljönnénk a Palacsinta Fesztiválra pizzázni. Mondom, hogy lehet lángos fogok. Aha. Alig várom. Ez most amúgy a Gourmet Fesztiválnak egy ilyen elő... Ú, az zsír. Vagy mi az a fehér? De ilyet még nem is láttam. Azt a... Te pizzát ennél alfele? Azt a milyen fehér? És ez a só rajta körbe? Igen. Ez nagyon jól néz ki. Hú, nagyon finom illatuk van. Ez egyébként az alig várom házi kolbász hely. Cukormentes kolbász, azt mondja. Na, ez már kaja? Na, amúgy valaki tud egy szavazást csinálni, hogy palacsinta vagy gofri? Kíváncsi vagyok. Ú, és pont itt van gofri? Aj, csak most nem csinálják, és nem lehet látni. Itt, hát ez ilyen... Vagy ez nem gofrinak hívják? Az is palacsinta? Az a buborékos. Szia, Mikó! Szerencsé, hogy besütiztem. Nem baj, így is biztos meg fogsz éhezni. Amúgy én valami alkoholt indítom.
az a helyzet, hogy ti pizzát ennétek a palacsinta fesztiválon, én meg berúgnék. Na, mert itt mi van? De ti rendesen nézelődtök, hogy hol álljunk majd meg enni? Mert itt is ezt megnéztétek, ezt a helyet? Mi? Milyen? Van túrós, heppes palacsinta. Túrós, lekváros, csúrosz, van csúrosz is. Mária 20 erős alkoholista. Na ne öregíts, Bence. 1000 forint fél liter limsi. Jó, akkor... És Klaus? Nem tudom meg. Szia, Ricsi, mi újság? Amúgy nagyon kis nyugis. Igen. Nyugi van, szóval így nem ordibálnak az emberek, nincsenek sokan. Ez egy különös része is van, amikor kicsit. Tök jó. Ez valami piálós hely. Most ettem cukormentes kekszet, de azt hiszem, keresetek valamit, ha nézni akarlak titeket. Ja, és egyébként ezután még megyünk valahova, és lehet, hogy a Sörfestre megyünk, és lehet, hogy ott találkozunk Viviékkel. Jutner Vivi is kímel. Még nem találkoztatok kérdezőt. Még nem találkoztunk soha, igen. Na, igen, egy kalapot. Amúgy itt jól néznek ki ezek. Túrós nutellás palacsinta, yummy. Nekem az a... Túrós nutellás egybe? Az milyen? Itt pizza, hamburger, lángos, gofri. Eddig a palacsinta nyer? Ja, szavazáson? Na, tényleg el is felejtettem, hogy csináltunk. Hú, nagyon sok minden, ez nagyon retrósan néz ki ez a banner. De amúgy annyira nem... Nem incsiklandozóak ezek a bödönök, amik kiveszik, igen, tudod, a Nutellát, meg nem. Ezeket, és ezt nem értem, hogy... Mondta cukor, ezt imádom. Hogy ezt miért úgy csinálják azokat a... Miért úgy csinálják ezeket a bödönöket, hogy lássa mindenki, tudod, hogy miért nem tudják... Mert értem, hogy nem tudod úgy kivenni belőle a Nutellát, hogy ne legyen az oldala is Nutellás. Mondjuk meg, ez elnézés, ez dugjámat, ez biztos. Ó, ezeket megnézzük, ezek mi... Jaj, ezek ilyen izék, ezeket nagyon szeretem. Ezeket a táblákat én nagyon szeretem. Van animés. Hát csak az, ami nagyon drága, de én ezeket nagyon szeretem. Válasz egyet. Marian, itt vagy te. Farkas. Vajon van sámán harcos, vagy mi a neve? I'm a banner. Sárkányharc. Ja, ez az animés, Star Wars. Mit szeretsz? Sámán király. Igen. Sámán harcos. Nézd, ez Máriós. Aha. Milyen kategória? Amúgy tök jó. Stranger Things. Most te nézd, ez de jó. Ghiblis. Aha. Az a anime cég? Vagy anime sorozat? Jó. Hát ez egy film. Én ezt úgy hallottam mindig, hogy Ghibli. Ghibli. Úgy is lehet, Ghibli vagy Ghibli. The Hogwarts Express. Ezek nagyon jó. The Hogwarts Express. The Hogwarts Express. Ezek mondták nagyon jó. Igen. Ez Gyűrűk urás lesz? Ó, oh, hobbitos, te jó! Szia, kecske! Star Wars között van Rey. Megnézem neked. Kérem az Express-t. Ezek szerintem régi, a régi filmekből van, szóval Rey nem hinném, hogy itt lesz. Bár itt volt a Mandalorian is. Deep Purple-ös, de jó! Na, Ária Lucus, megkeresem neked Rét. De főleg Darth Vader-es valamúgy. De menő ilyeneket még nem is láttam. Tényleg, Kati? Pedig egyébként többen csinálnak. Múltkor a Etele Plázában láttam egy nőt, én tőle vettem egy-két dolgot, de nem csak fára dolgozik. Nincsen réjes Lucus. És milyenek vannak? Drugs. Drogos. Unikumos. Autós. Persze, ezt nézd, hogy drág. A drogokat néztem, igen. Marci. Ha? De jó. Hát ezek nagyon jól néznek ki. Nem ezek tényleg külön. Meg ott az a Wednesday-es is tök jó. Miért lett megint nagy a chat? Megint elhelyezél? Nem, mi ez a megint pusz? Nagy lett. Ez így szlégéj, vasember. Na jól van, mehetünk tovább. Elő kell vennem a másik tévot. Hello! Nézd, itt járt pedig a
amúgy itt ezek nagyon jól néztek ki. És ők a klárikáik? Igen. Na jó, nézem a telómról, a másik telómról a csetet, mert megint megnagyult. De jó. Na, szóval halljátok, hogy nagyon jól néztek ki, de hogy ez brutál drága volt, nagyon és hogy van egy másik csajsz, vagy hát egy ilyen nő, aki csinál ilyeneket, és hogy nála egyébként olcsóbb. Mert itt 3000 volt a kicsi, 6 a közepes, és 8 a nagy. Igen. Mikor fogtok enni, végig megyünk mindenen, és utána szíjjelz, min... Na mostantól már látom a csetet a másik telómom. Na nézzük, hogy mik vannak itt. Azt az jól néztek ki. Ez egy agy teknős. Agy? Az? Az agy? Ez egy teknős. Nem teknős. Az egy agy. Az egy agy, fia! Nem látod, hogy ez egy agy? Jó, hát én azt hittem teknős. Teknős. Ú, ez ki? Már is tűnt. Ez meg török méz. Eltöröltem. Köszi, szia! Csett eltörölve. Igen, nagyok lettetek megint, úgyhogy kivettem a csetet, és most a másik telóról nézem. Fogyasztott gumicukor? Fogyasztott szárított már, mint az a liofilizált? Bakelit lemezből. Bakelit lemezből készült ékszerek. Ezt nézzük meg. Szerintem ez egy kutya. Nem tudom, mindjárt megnézzük, hogyha oda tudunk menni. Csupán horgolós is. Szia, Max. Barbika vág, videót vág, úgyhogy ő nem tudott jönni. Ja, velem levő videót. De még oda jár? Hol a teknős, hozzá csak az a szekrénybe, mi van? De is lehet játszani, igen. Na, mindjárt odaférek én is, chat várjatok. Órák kérdése. Valahogy én is ide férhetek ja, el nézést. Azt a... És ez mind bakelitből van, sem. És ott vagytok ti. A többinél itt van a egy abszolút egy rustikus felületet. Ez egy fényképezőgé. Persze, persze. Van, ahol például itt ez már egy teljesen sima. Na, és vizsga lesz, sávodás nélküli, és azt pedig meg meghagytam. Igen. Ezek még annyira újabb, hogy még sehol sem értem. Úgyhogy csak ide elveszem. Nagyon jól néz ki mindegyik. Köszönöm. Attila, látod a bagyot? Igen. És akkor hol? Hát ez nagyon menő. És ott még van kajálda? Köszi, hello! Fú, ezek halljátok, annyira jól néztek ki. Nagyon szépek vagyunk. Képet csinálunk? De nem vagyok. Kifolyik a szemem. Ez az! Mosolyogtatok? Kifolyik a szemem. Nézd, milyen jó csaj. Nagyon jó lett. Na, figyelj, harcsa, chips. Azt hittem, hogy harcsafertő. Egyszerre mondtuk a bácsival, halljátok. Jó. De ez a harcsa chips, halljátok, a haltepertőre gondolok, izé óta, mióta, a Nagy Károly óta annyira finom haltepertőt tettünk Karinéknál. Nem is nézem. Kint lesz Istán? Nem tudom. Kleó még mindig gyönyörű, azt írja Virág. Igen, nagyon szépek vagytok. Na most adjuk el te ott. Nem, annyiszor hagytam már el, hogy... Na, itt van a legnagyobb turista lehúzás a világon, ez a tekert chips genyó, halljátok, ez annyira rossz, legalábbis akármikor, amikor ettem. Ezek a kipakolások itt hétvégente mindig itt van. Hát, de most a palacsint, tudja, hogy a palacsintázós hely, az csak most hétvégén. Sajtvilág, hát ez a sajtvilág úgy néz ki, mint egy ilyen sima sajtpult a Lidlben, nem? Igen. Na jó, na akkor... Jó. Gira, vagy mi? Lángos. Jó, én valami... A fesztiválon. Én erre a halcsipszre vagyok kíváncsi egyébként. Hát ma... Arcfestős, nem szeretném. De én már nem sem. Láttátok a horgoly cuccokat ott, Tati? Igen. Igen, nagyon cukik. De miért vesz egy harcsa gyroszt? Azért, mert akarok palacsintát is enni. Jó, akkor a harcsa chips, ez tényleg hasonló. Harcsa chips. Na már ötök megmutatom. Az a halacsinta, az eltűnt. Azt fogok enni, halljátok.
jó fincsi lesz. Az komoly. És mennyibe kerül? Na. Te, ti látjátok, hogy mennyibe kerül ez a harcsücsi? Szerintem ott van oldalt egy állista. Hol? Ott. Bocsánat? Oh. 1500 per 10 deka. A 10 deka jó nekem. Mennyi? Mi, de mi lehet az a hajcsa chipsz, ugye olyan, mint a tepertő? Nem tudom. Igen. Most és akkor kiderül, hogy a Karinék dolgát itt állották. Nem írom, hogy jogtáltak fel a hajtepertő. Eddig egy palacsintát se láttam, pedig volt sok. Na, állj így arrébb. Jobb, jó. Miért mit? Mit akartam ki? Csak egy Szent Király Alexandra táblát. Ja. Ott van mögötted. Hát miért? Queen. Hát én és a Queen. Támogassat nem, de úgyis. Jó, hogy nem mondtad ki. Nem, már csináltam volna egy editet ebből. Egy deket kérek. Na jó, amíg kérek, addig beszélsz valami? Tudod nézni a csetet? Megfordítsd annyira. Meg miért így csináltad, hogy nézd a joystick-kal csinálod. Ha. Ez a max. Jaj, ez nem instabil, fogom. Nem instabil. Jaj, ezt... Na csak állj ide, jó? Ready just join the chat. Ati horgol, melyek egy horgolt palacsintát? Nem, semmiképp. Nem, ti nem kértek, akkor én nem semmi? Nem. Na sziasztok, chat, Mizuka. Kéz a handsome. Most nem nézek ki valami jól, amúgy. Most csak így vagyok. Tehát Queens. Jaj, Attinak magát kell meghorgolnia. Tessék? Hát, hogyha valaki küld egy mintát, úgy képzeljétek el, én lángost akarok nagyon enni, annyira várom a lángost. Sziasztok! Mariantól valaki megkérdezte, hogy mit csinál itt a kamerával. Sziasztok! Képzeljétek, olyan jó volt el az Among Us, nagyon élveztem. Ez amúgy olyan vicces, hogy ezt így tudom így mozgatni. Ezt titeket zavar így el? Szép, jöttök, jól áll ez a szemüveg. Köszönöm szépen, Andrisról loptam, amúgy az övé volt, de mondtam, hogy nem adod nekem, és azt mondta, hogy nem. Szóval így elvettem tőle. Olyan jó kis lángos. Igen, az a baj, hogy nekem kb. Az egyik kedvenc kajám a lángos, és akárhol vagyunk, ha meglátom, hogy van lángos, igazából tök mindenki van-e más opció, hogy mindig lángos fogok. A tisztelni dért megőrülök. Hát az az enyém, bocsánat. Amúgy akkor ez ilyen promószünetre használom ezt, hogy képzeljétek el, most tudjátok, kivel lesz majd új videóm. Lehet a hónapban, most már le is van beszélve, az Erdély Mónikával, szóval nagyon várom, a Queennel, magával, a királynővel, YouTube királynővel lesz közös videóm, és nagyon-nagyon jó lesz. Orbitális Slay. Grillázs! Igen, szóval tegnap telóztunk, és akkor egyeztettük a dolgokat, szóval nagyon-nagyon várom. Ibiza vagy Capri lesz a videó, még nem döntöttem el, szóval valószínűleg így mindkettő tudjátok, tehát akkor Slime. Meg képzeljétek el, amúgy Amerikével is lesz amúgy majd egy közös videóm, csak fiú a sovász kérdezte, hogy ti akkor most influencerkedtek? Ja, ó. Azt mondtam, hogy az üzlet elejét nem látom, hogy azt írta, hogy ó. Nem látom, hogy kicsi volna a chat. Én most arra megy. Sétálok kicsit. Na, még egyszer, és ezt még mozgatni se tudom. Na, én most nagyon kínosan érzem magam, szóval én így eljöttem. Én most így elloptam a streamet. Úristen! De nem láttam az üzenet elején, mert halljátok, ekkorában van itt a chat. És most itt hagy kínosságban a sárcot. Na, jaj. Szóval én most így itt vagyok. Basic Ati, bye! Nem, hát amúgy ez a trambulinban kint aludós ötlet a Mónival, amúgy nem rossz ötlet, de nem ez lesz. Amúgy én most erre voltam akkor a csetet. Amúgy most kicsit, most, de az a baj, hogy vissza kell mennem, mert én így most kínosan érzem magam, hogy csak így egy telefonhoz beszélek. Az életem legkínosabb pillanata. Jó, azért annyira nem volt ez durva, nem? Csak ez túl reagálja, csak a Marian. Azt mondja, hogy... Ezt ne olvasd fel hangosan, és pont az üzenet volt már rosszabb is, Méri. Na, de még miről beszél? De Lulu is the Solulu. Vagy nem tehetek róla, na ez neki kínos, nem nekem.
Szóval képzeljétek el, ma ezen a héten a klubban négyszer voltunk edzeni, és én ezen a héten még voltam falat is mászni, szóval most ilyen nagyon ilyen healthy éra van. Az a baj, hogy én csak így kicsibe látom a csetet, ajándékszoba srácnak. Ez nem rossz ötlet, mert megkérdeztük, hiszen már nincs ott, vagy még ott van. Lehet nézni a streamet amúgy. Nagyon nyomod. Képzeljétek el, és nagyon élveztem a falmászást, a Patrikkal voltam, és mind a ketten nagyon adtuk. Elnézést, halkabban. Nagyon hangos ez a Nino autó. Tippek az egészséges életmódhoz, hát kitartás, szóval ehhez csak annyit tudok hozzáfűzni. Belenéztek a streambe. Na mi az? Mi volt kínos? Sziasztok, itt a Klau. Hello. Az volt, hogy... Arrébi az kicsit. Várjátok, elmondjuk a Klaunak, mi történt, csak gyertek. Most meddig kell menni? Ez mondjuk így eddig, aha. Itt a Klau is. Szóval az volt ez, hogy mondta Marian azt, hogy ezt ne olvasol Attila hangosan. Azt kérdezte meg a srác, akkor ti most így influencerkedtek? Én meg ugye csak ilyen, ennyiben látom a csetet, és csak az üzenet elejét, vagy a végét láttam azt, hogy azt mondta a srác, akkor ti most influencerkedtek? És utána láttam, és úgy kezdődött az üzenet így caps lockkal, hogy ne olvass fel ezt az üzenetet. És a Marian, nézzétek, ott áll azóta, és így kínosban. Az ott ő. És felvettem egy napszemcsipit. Életem leghosszabb sorban állása. És így csak így elsétált, amikor ez így megtörtént. És ugyanott állott, csak így van. Jaj. Most bezártam a streamet? Most még tart a streamet? Valami rákatítottam, és kijöttek az applikációk. Jaj. Jó, még tart, oksi. Akkor nem nyomtam el. És ő most csak így van. Cirip. Igen, de konkrétan. Na mindegy. Szóval igen, szóval most minden szuper, képzeljétek, nagyon-nagyon várom a lángost. Klau, igen. Mit szólsz te mai edzés után? Nem meséltem nekik, hogy ma voltunk edzeni. Amúgy ma lábnapot tartottunk, nagyon kemény volt. Jó volt, na, alig tudtam lelépcsőzni utána. Igen, mert találtam egy ilyen random Insta posztot, képzeljétek el, hogy egy srác így kirakott magára egy fotót, és utána húzósban volt ilyen csomó ilyen gyakorlat, és pont ilyen lábnapos gyakorlatok voltak, és mondtam a különök, hogy akkor cseréljük meg azokat, hát nem voltak egyszerűek. De amúgy szerintem tudod miért? A googolás tett be. A googolás, az nagyon rossz volt a googolás, igen. A kitalás nézés, igen. Mert ott az 50 kiló, az szerintem úgy. Azt jel, Heki Klau, tiszta büszkelek rá, és a Klau nagyon-nagyon ügyes, konkrétan van olyan ilyen feladat, amit nagyobb súlyat csinál, mint én. Szóval, és én meg csak így konkrétan így lihegek. Húzás. Igen, van egy ilyen húzós feladat, ami konkrétan egy hátgyakorlat, de valahogy a Klau sokkal-sokkal többet elbír, mint én. Na, várjatok, jön a főnök asszony. Itt a főnök, most téged látnak. Itt vagyok, menjünk innen. Miért? Majd megtartom a kaját. Azt mondtam, hogy egy picike, hogy mert kiireg. No, most nézd, most nem ilyen 0,5-le van már, vagy igen? Hát mindig át kell kapcsolni. De Ati, amúgy ne hajlíts le, hanem a vízében. Ezt nyomtam. Jó. Na jó, menjünk akkor. Nem, valamiért így bedöntöd a... nem tudom, mit csinálsz. Elnézést, és így arcom nyomja a kamerát, hanem. Hát mert hogy így előre... Ja, hogy magadat veszed most. Most magamat veszem, vagy igazából akkor elfordítom. Na, sziasztok! Na. Hallod, ez... Jó, még itt van, most nem vettem ilyen extra közelről. Igen, de mert most 0,5-be lett, és nem vagy annyi extra közel. Ez extra kínos volt, úr, de úgy kezdtem, hogy ne olvasd. De ugye én csak az mert én csak egy picibe néztem most a csetet, és csak az üzenetből ugye csak annyit láttam. És a srác ugye közelebb volt Atihoz is, én messze voltam, és én hallottam rohadt hangosan, amit az Ati mond. Szóval ugye biztos, hogy hallottam a srác, és folyamatosan titeket nézett, és ilyen... De amúgy mi akarszok be ezt a kérdést? Hát nem is értem. Aki ilyet kérdez, az így jár ilyenkor. Nem mondj ilyenkor. Semmit. Jó. Azt hittem, most azt mondom, nem mondj semmit. Nézzétek, én ilyen csúnyán szoktam beszélni. Na, hova üljünk? Nézzétek, de aranyos ez a kutya. Igen, nagyon szuki. Azt hittem, hogy ilyen icipici adag lesz, de amúgy egész jobb, mert 10 dekát. Aha, jó adag. Na. Szerintem itt van a Barbie a csetem, mert valaki tegelte a magyar Barbie-t. Igen? Fú, Barbie, nem tudom, milyen kínos cset csinált előbb a Marian. Én? Valahol, hova tudunk le? Vagy menjünk vissza, ahol kezdődött? Oda is le tudunk ülni valahova, nézd, ott. De amúgy én akarok majd egy lángos venni. Nem leszünk meg, igen, vagy most lerakjuk, és utána mi elmegyünk. Aha, mi elmegyünk megvenni a lángos. Nézd, ott van egy szabad pad, nézd.
most ülnek le oda. Hát akkor a fűhöz is oda, hogy segítsek? Csak csukd össze. Hogy kell ezt? Fölül, meg úgy, és nyugodjam le. Jó. Teljesen? Igen, köszi. Jó. Oké, okay, na várjatok. Jó. Hogy megvárjuk még a megkóstolja? Elmehettek, nyugodtan szeretnétek. Oh, ide ezt befoglalom, ezt a padot. Várjatok, nem lehet, amit írtok. Nya. Na. Szegény Malis, halljátok, ez extra kínos volt. És csak ott áll. Jó, ezek még régi üzenetek szerintem. Kristóf, nagyon szépen köszönöm a 32. hónapot, most van alert. Csak nincs hangja. Ott vagyok amúgy. Na. Megmutatom akkor közelről. Ilyen a, hát hal chips, de amúgy nem chipsnek néz ki, szerintem ez hal tepertő, mert hogy elég vastag egy-két darab. Úgyhogy nézzétek például ez is. És meg akartam sózni, ez konkrétan egy húsos hal darab. Szóval nem tudom miért chips, amúgy nagyon hideg. Meg akartam sózni, és azt mondta, hogy ne sózd meg, mert hogy nagyon fűszeres. És ez 1500 volt, így 10 deka. Na. Tomi, nagyon szépen köszönöm a támogatást, köszönöm szépen a feliratkozást. A hanyadik hónapod? 9. köszönöm szépen, most van hang, jó étvágyat, köszönöm szépen. Szia Black Sheep, minden aksi, most itt vagyunk a Palacsinta pikniken, ahol halat fogok enni. Ez így értelmes, nem? Balú köszi szépen a 100 bitet. Na. Tehát akkor hal. Kóstolás. Az Atiék most hoznak lángost, azt hiszem azt fognak enni. Azt a kurva. Nem látjátok a szemem, de igen vagyok, hogy úristen, ez isteni. Mondjuk valami majonéz vagy tartár nagyon jó lenne, de nagyon puha, szóval azt nem tudom miért chips. De valami eszméletlen jó íze van, ilyen nagyon-nagyon fűszeres. Nem ropog ez a külső rész, mert már ugye kihűlt, nem friss, de valami brutál finom. Ez amúgy harcsából van, ez a halcsipsz. Nem tepertős egyáltalán, ilyen nagyon puha, juicy a belseje, és nagyon, a fűszerezés nagyon jó. Köszi Black Sheep a 100 bitet, nagyon cuki vagy. Azt hát, ez nagyon fontos. Ez jó vétel volt 1500-ért amúgy. Nem nagy adom, de ezt még akarok palacsintázni. Nem is szeretem, is kicsorog a nyálam. Amúgy egyáltalán nincs halíze, olyan, mint egy ilyen nagyon fűszeres csirke, nagyon finom. Muszáj leszek kaját hozni. De jól néz ki az a palacsinta, szia kacia. És a hagymát úgy magában kellene enni? Hát úgy érted, hát a... ehhez a kis halcsipszhez. Jó, itt vegyek. Köszönöm mindenkinek. Kis galambok. Vannak mellettem. Akkor nagyon meleg van, amúgy nagyon megsülök itt a napom. Atya úristen, gyerekek. Tudjátok, mi hiányzik? Egy kis citrom. Egy kis citrom facsarás rá. Ezt nem adtak hozzá. Nem tudom, miért kézzel eszem, mert adtak egy ilyen kis... Úristen! Na jó, ez büntet olyan film. Azta. Amúgy erre egyáltalán nem számítottam, hogy egy ilyen kis bódéban egy ilyen finom dolog vár rám, és olyan, nem tudom, milyen fűszerkeverék van rajta, nem csak simán ilyen
vegeta, meg piros paprika, nem tudom milyen fűszerkeverékhez, de nem ilyen különleges az íze, de mégsem tudom beazonosítani, hogy milyen fűszerkeverék, de valami isteni. Nagyon jó. Kriminálisan finom, ezt ki szoktam mondani, ez nagyon ismerős. Megérte, ezért leégetem magam. Jaj. De ez mit, de halljátok, ez mit jelent? What a for... Nézte az Atit, én ugye mögött álltam a sorba, és nézte az Atit, ahogy beszél a telefonhoz, és utána hozzám fordult, és nem is mondta, hogy szia, vagy ilyesmi, hanem ti itt most influencerkedtek. És mondtam neki, hogy nem, csak lestreameljük itt ezt a pikniket, hogy milyen ételek vannak. És azt mondta, hogy ja, és visszafordult az Ati felé, és bámulta. De hogy ez alapból ez egy negatív kérdés, nem? Vagy szerintetek e mögött nincs semmi, csak nem tudom, hogy mire volt kíváncsi. Vagy mi van, ha azt mondom, hogy annyit mondok csak, hogy igen. Nagyon fura. Legalább a Vivinek el tudom mesélni, mert a Vivivel mindig ilyen kínos dolgok történnek IRL stream alatt. Ez brutális, ha jó. Én képet csináltam volna. Szia, Pityu! Lehet csak ilyen rosszul jött ki neki, de nem negatív. Amúgy lehet, Jasi. Na, ott jönnek. Mind a ketten lángost tesznek. Amúgy tök, hogy eljöttünk a Palacsinta fesztiválra. Igen, itt a Barbie, köszi, szia! Elnézést! Jaj! Ne ültek oda! Nézzük, hülyét! Halljátok, ezt meg kell kóstolnotok, ez isteni. Jobb, mint a Kelly nélkül. Jaj, nem mondom. Nem. De amúgy más. És nem tudom miért chips, mert egyáltalán nem ropogós, viszont a fűszerezés hogy ugye? De te hogy etted? Jó. Letörted? Jó, fűszeres. Fú, annyira finom. Letörhettem? Persze. Ha megetsz egy egészet is, hogyha úgy szeretnél. Én meghoztam neked egy fél lángos macsibaba. Mármint, hogy meg kell lennem a maradékodat? Nem, ketté van vágatva. Ja, tényleg? Nagyon jó. Ugye milyen jó? Nagyon finom. Nagyon jó. És most így alulról fogom venni, ahogy eztek. Amúgy azért nagyon jó a kép így alulra. Mi van? Nézd, sajtos sonkás. Dejfölös. A lila hagyma elfogyott. De a tonna rakja rá. Tényleg? Elvehettem? Persze, én nem fogom. Kicsit kértem, és azt hittem, hogy ilyen picit fognak adni. Ez az! Nina hagymám is lehet. Na, akkor tök jók ezek a palacsinták, nem jó ez a palacsinta nagyon fesztivál? Nagyon jó. Imádom ezt a finom palacsintát. Nem. Az baj, hogy nekem minden felül a lángos. Ha látom, hogy valahol van lángos, akkor nekem az kell a lángos. Milyen néni Alknesz? Szia, Millenoid! Te Millenoid. Millenoid, neked mi az instád? Van instád? Szóval. Mi az? Ez milyen kérd, vagy ez nagyon fura. Küldj el a csetán. Tessék. Azt mondta. Nem, én mondom, hogy tessék, te most rámozdulsz a Millenre, vagy mi történik? Millen van instád? Mi az instád? Írd be a csetre az instád. Csak valaki megmondja, hogy szerezzem meg. Én is hallottam. Vidéken voltam, nemrég értem az a budapesti grillesztőt, és annyira mohón ettem, hogy most fáj a szám. Ez ilyen Ati vibe. Így nem olyan gusta. Ati szokott úgy enni. Most engem veszel? Igen. De azért, mert hova üljek, szóval, ide hogy üljek. Így szeretnék leülni. Mondjuk ezt egyébként, ezt lehet kidobom, ezt mi? Bekapom. Hát ezt a hagymát, ezt még megeszed? Nem. Mit csináljunk ennyi hagymával? Hagyma pazárló. Ez egy fogadáspoénból kell szedni, mindent felszedni? Nem. Nem tudom, minek kell az instája. Nem küldtál? Nem tudom. Na.
Akkor ezt kidobom is idelemre. Na én nem kérem. Milyen fejed volt, hogy Atti, nem kérheted el embereknek, csak úgy az Instáján. Nem kérek lángos, Klau. Ne. Hát, mert annyira nem vagyok lángosos. Na bocs, csak kidobtam itt a... Leülhetek ide? Na. Jaj. Na, nem. Imádom a palacsintát. Először szépen. Kedvenc palacsintám a sajtos tejfölös. Szólj, hogyha nem akarod, hogy vegyelek, csak... Nem baj, nem baj. Nya. Amúgy azt írták többen, hogy szerintük nem negatívumból kérdezte azt, hogy influencerkedünk-e. Ja, hát én is vettem más. Annak. Hát én annak vettem, mert mint hogy maga ez a az én lehelletem hagymás. Ja. Mert ez a kérdés, hogy alapban neked nem ad ilyen negatív vibe-ot. Nem akart értem. Mondtam, hogy... Hallottam előtte is, hogy rólunk beszél, mert azt mondta az egyik, hogy az valami, valaki bassz. Na, mit kamerával? Ja, hogy az, lehet azt hitte a srác, és azért volt ilyen. Mert hogy azt hitte, hogy őt vesszük. Vesszük. Na, már amikor videóztál, akkor? Mire mondtam Illenőit, hogy egy idő után megszokod, meg hogy au. Miért írták neki? Nem ezt? Tudom. Most zavarban vagyok, hirtelen közpozitív személy lettem. De elküldt most az Instáját, vagy nem? Ne pörög már ezen, mit tudom én? De jó, képen van az eszköznek, ami felvesz, mi a neve? Szia Darkline, ez bizony a Samsung! iPhone 15 Pro. Nem, ez a Samsung nem. S23 Ultra. És amúgy hamarosan megkapom az S24-et. Ja, ez meg nincs itt? Látod, hogy itt nincs. Van? Azt hittem, hogy a táskájában. Még nincs ilyen parancs, Bence. Viszont most már jövő héten, most már megcsinálom a dolgokat, mert kaptam hozzá infókat. De amúgy nagyon szabad kezet adtak amúgy kb. Mindenben, hogy én mit írjak. Próbál nézni a kommenteket. Ja, itt vannak. Ultra magas! Szóval amúgy ahhoz kb. Ilyen tök szabad kezet adtak, hogy mit mondjak róla a telefonról. Elküldték ugye a briefet, hogy így mik vannak a... Hogy miket tud. Hát, hogy miket tud a telefon, igen, hogyha esetleg így elfelejteném, amit beszéltünk a azon az ilyen termék... Ilyen termékbemutató megbeszélésen voltam. Na mindegy, oktatás. De hogy amúgy, igen, de hogy amúgy tök ilyen szabad kezet adnak, szóval nagyon jó fejek. Meg elküldték a vizuális dolgokat, aztán jövő héten most már mindegy. Ó, büfisztem egyet, és nagyon izé. Nagyon hagymás. Hát én érzem. A ti fehér száj széle. Mi lenne, hogy miért nem ne csináljál Instát, ha nincs. Mi van, nincs is Instája? Arra bot írtam. Sírok. Ati, ha ennyire szeretnéd, csinálok egy Instát privátba, és csak téged fogadlak majd el. Nem, ez rossz értelmezett. Van Instája? Hát... Na. Megkóstolom amúgy milyen, mert ezt nem mondtátok. Amúgy szerintem nem olyan jó. Amit ettünk... Nem nagyon zsírosnak tűnik és puhának. Nem tudom, amit ettünk valami, ez ezerszer jobb volt. Mert akkor Ati majd ne dob ki a papírod, mert akkor elcsomagolom valahogy. Hát valahogy meg akarom kóstolni. Fú, asztroad, de zsíros. Jó, nem akarom megkóstolni, nagyon zsíros. Most akkor ezt így összeállítom, és akkor Ati papírjával együtt meg becsomagolom. Jó. Azt szekem légy kettő zsepit, egyikkel kifolyom az orrom, másikkal meg meg. Látod a csetet? Mm. Azt írja, köszi. Nincs is, nem, de Attinak csak egyet külön, de ez nagyon vicces. Hogy felszedjem? Nézzétek ez a galambidát, hogy van egy kis... Van egy kis remózsia itt. Én adok neki. Gyere, érte át neki adni? Az ilyen pesti kalamboknak szerintem bármit lehet, ugye megijed? Akkor ide jön egy csomó, látod, kérdezzünk meg kettő van itt. Egy állatorvos. De láttam egy szomorú TikTokot, hogy a galambok teljesen ugye az emberek így megszolidították, és ők nem tudnak magukról gondoskodni, és ő az egyik egyetlen olyan állat, ami teljesen az emberre van hagyatkozva arra, hogy túléljek kaja nélkül. Igen. Ez így van, ezért van szomorú. Egyébként Európában több helyre kiírva, hogy nem szabad a galambokat etetni. Hát ez szomorú, akkor mi itt dögöljenek meg? De nincs bennük semmi túlélés? Nincs, igen, bennük nulla nincsen.
Hát mert gondolom, ők nem tudnak vadászni, meg semmi. Ez, itt mi van? De ez még mindig az az egy darab. Igen, és az dobálja. Mekkorát adtál neki? Mekkorát dobod? Hallod, ez a ti ideje, egy Hunger Games csinált galambokkal. És igen, a legerősebb éjjel az, ami pszichopata. Mint tegnap az Among Us-ba, az milyen jó volt. Nagyon kelendő lettem hirtelen, azt mondja Milanoid. Vadászni nem tud a galamb. Még más is akarja már az Instáját? Nem tudom. Igen, Tomi, majd lesz egy ilyen bemutató stream, amiben ugye bemutatom a telefont, a készüléket, és akkor abban majd főleg ilyen AI dolgokat fogok bemutatni, mert nagyon érdekes AI funkciói vannak. Én nem mondtam sem, mert valószínűleg akkor a Balú akarta felszedni. Tipikus Balú. Én megsülök. Na, de akkor ti most teleszitek magatokat, és no palacsint? Nem, hát azért ettem meg csak a felét. És egyébként láttatok valahol súlyos palacsintát? Ott volt. Ez portobágyi palacsinta is volt, meg mindenféle. Meg négy sajtos palacsinta, sok fajta van. Bye, viszlát! És akkor te meg még túrósat akarsz enni? Na, mert nem fogok. Túrós fejű. Hát de halljátok, amíg ide jöttünk, végig azt mondogatta, hogy túrós palacsinta. Mert meglátom, hogy van lángos, és az minden felül. Hogy lehet ennyire szeretni a lángost? Nem tudom, mert ez nem szeretitek csak a lángost? Szereti Katika megyet. Micsoda? Szia, Barbikám! I got love to give. Igen? Imádom. Ez a magyar? Barbikám? Nem. Ő magyar barbesz. Ez a magyar? Nem láttam azt, hogy milyen nem a nevetségem. Szia Róka, én imádom a lángost, szeretjük, igen. Én csak akkor szeretem, a kicsit ropogós, de amúgy nem annyira ilyen kedvenc, tehát ez nekem elég egy évben egyszer, mert hogy nekem nagyon zsíros, meg nagyon lutri, hogy milyen. És egyáltalán kidobom ezt, amiket. Na ezt tud adni ma. Galamboknak. Ne, az nagyon sok. Már hogy nem tud. Hát, hogy amúgy szétlépkedheted. Ez jó sok. Na, tudod ki vagy most? Nem. A reszkesetek betörő kettőből az a néni, aki azt galambos imádtam. Néni. Na jó, nem adok többet nektek. Lecsapják a gyomrukat, túl zsíros. A Tibúti, Ati vicces menése. Nagyon viccesen megy az Ati, de ennél már csak én megyek viccesebben. Na jó, hasonló. Nem mond. Jó, rossz ízű vagy. Aj, de minden evés után ez van. Fáj a hasa. Gyertünk. Túl zsíros, attól ki vagyok én is. Nem finom, ez nem volt jó. Megmondom a nénynek, hogy rossz volt a hangosan. Szar. Jaj, de cuki az a kezedben. Kezdtünk. Nagyon jó illata van amúgy ilyen. Mindjárt megtámadnak minket, hogy hol van még? Kaján. Én a lángos morzsát szeretem, amit néha bedobáltok nekem, Bence. Nekem is túl olajos, sajnos. Amúgy nem lehet sütőben csinálni? Nem, mert nagyon kiszárad. És akkor hogy lehet azt elérni, hogy ne legyen zsíros? Mert nyilván nagyon sok olajban. Hát de gondolom, mindenhol lecsipogtatik, és... Nem, itt egybe vették ki, és rakták. Ja, akkor azért igen. Ilyen olajos. Mert van az a tartó, tudjátok, az a fém... tartó, amiben így, ami olyan, mint egy ilyen edénycsöpögtető kicsit, tudjátok? Ez így mennyire biztonságos szerintetek a táskában? Tényleg nagyon szép a képe, minden nap meglepődök, főleg ilyen napsütésben. Lehet egy zacskót kéne kérnünk, attól a nézőlánytól, nem tudunk ezzel. Nézőlány, találkoztatok valakivel? Itt egy a boros pultnál, és mondta, hogy a Marius, nincs Marius, és mondtuk, hogy ő most leült tenni. De cuki! Bocsi, nincs zacskót. Menjünk akkor oda, és köszönök neki. De hogy nem is kérdetek bort? Hát csak így megállított, azt mondja, Ati, csináljunk egy képet. Közben keresszük a lángost. Ha nagy a kereslet, nincs ideje csöpögni. Igen, igen, és az a baj, hogy előre meg ezt nem tudják megcsinálni, mert akkor nagyon kiszárad. Silyen volt a néni. Mondja, miért kér, mondja. Így van, Bence. Mert ennyire sokan voltak, ennyire kellett körgetni. Amúgy nem vagyok annyira sokan, kb. De amúgy egyáltalán nincsenek itt nagy sorok. Jaj, azt hittem, hogy nem magamat veszem. Amúgy 1%-on van az iPhone-om, szóval... Csak veszok ki. Max, majd pillanat alatt lemerül. Hmm.
tessék. Ott itt a kérdésztetek. Ja, mit csoda, bocsánat. Nem, nem. De. Valami szép neve volt, Tiborka. Hol van? Ja! A blur hallatszik most nektek? Nem tudom, valamiért nem, de várjatok, felnyomom a hangerőt. Most már fog, szerintem le volt véve a hangerő. Szia, Zalán! Igen, most ettünk. Majd most odaadom a mobilomat is, tudod, ezen nézni. Jó, köszönöm szépen. Mi az a rózsaszín dolog? Jékes. Szia! Majd jött, szóltunk a Mariannak. Töres így a vállam, megnyugszoltam. Igen, de neked nem probléma? Nem. Nem. Biborkára sírnak, ugye? Jól emlékeztem, igen. Mondták a ték, hogy keresse, aztán gondoltam, én is beköszönök neked, hogy szia. Lejössz egy patóra? Persze. Ugye elfatoltak titeket. Nem baj, hogyha esetleg, mert a Marian Pont streamáz, baj, hogyha látszódsz benne, vagy nem? Nem baj, hogyha látszódsz? Oké, és akkor. Van Biborka. Na, álljátok, fotózok titeket. Köszönöm. 300 ezer kép. Egész hétvégén itt vagy kint? Ma már zárunk, de jövő hétvégén is jövünk, de nem vagy ide. De minden hétvégén szoktatok? Akkor ez nem csak ez a... Nem minden hétvégén, de szoktunk jönni. Mert most, hogy ez a palacsinta piknik van, igen, és mondta Ati, hogy de amúgy szerintem minden hétvégén van. Hát, hogy itt gyakran vannak itt kipakolások. És sokan, sokan szoktak lenni egyébként? Vagy azért ilyen light? Mert most elég lightos. Most lightos, szombat szokott. Igen, most nincsenek olyan sokan. Hát, jó napot! Jó napot! Akkor kitartás neked, és további szép vasárnapot. Sziasztok! Sziasztok! Mi az? További szép vasárnapot. Azért, mert születet tartottam. Azért, mert azt akartam mondani, hogy hétvégét, és rájöttem. További szép szerdát. Rájöttem, hogy most minden nap szerda, Marian, nem? Ja, igen. Most miért? Ez kínos volt? Nem volt, csak viccesen mondtad, én nem is, hogy szép. Én minden interakciót kínosan élek meg a nézőimmel magam miatt. Jó, de mi van? Akkor még Klau akar itt akarsz palacsintát? Amúgy látni, és azért ezek az egy nem ezt tetszett. Nekem amúgy azért tetszett ez a legjobban, mert nagyon cikinak tűnt a nénike, és nincsenek ilyen, undorító vödrök, amiből így folyik ki minden. Mondjuk itt is random. Tessék. Már oda is adod a telót. Jaj, de jó, de király vagy a tipkapat. Tessék. Jó. Köszönöm. Nézd a naptáradat. Ezt is ja. Na, és így látod is. További szímszerdek. Na. Nem szép! Ja, ez hangos volt. Ja, hát. Itt jó sok gyümölcs van. Meg itt szerintem azok ilyen húsosak. Akkor nem itt szeretnéd? Nem. És ezt miért így mondtad, nagyon nem beszélni? Nem. Ilyen viccokért megkérdezni, komolyan ilyet megkérdezni. Nem. Fröccsöt a Mérinek. Ja, igen, de amúgy szerintem sörfesztiválra megyünk ezután, szóval itt nem fogok inni. Helyetek konkrétan azt hiszem, hogy megcsömörlöttem most a lángostól, örökre. De mi volt rossz? Csak az, hogy zsíros? Meg így nem volt finom az íze, nem tudom elmondani. Az a sonka se volt rajta jó. Uh-huh. Igen, gépi sonka volt, nem volt finom. Meg maga a tészta se ízlett. Hát, az a baj, hogy Erdélyben túl jót tettünk. Majd, hogyha jössz velünk a Gourmet Fesztiválra, akkor hát ott majd. Biztos egyébként jó lángos lesz. Lesz olyan, hogy mákos lángos. Az milyen lehet? Igen, ez nekem is tetszik, mert itt van túrós. Epres. Amúgy azt mondja Millen, hogy a lila hagyma miatt fáj a hasad. Hát igazából az a gond, hogy nekem minden miatt mindig fáj a hasam, mert igen, mindenre érzékeny. Mindenre érzékeny az Ati, csak nem érdekli. Igen, csak nem tartom. Már is biztos csinált fel valamit. Én? Vagy a Maria megmérgezel. Nyugodtan blörpölzzetek, blörpöljetek. Nézd meg a kommentetek. Én? Nem vigyázzál. Enyém is. De van rágója. Ja, akkor ez lehet a tiéd.
Milyen palacsinkák vannak? Túrós, túrós barátkos, túrós heprés, túrós heprés. Van valami érdekes? Ez óriási ez a palacsinka, vagy miért ilyen? Nutellás barátkos, igen. Jaj. Nem biztos, hogy ennyit meg tudok. Én egy nutelláshoz. Azt is még rak a nutellára is valami. Vagy ez valami fancy, valami extra. Bounty. Lehet, hogy bounty se csinál. Akkor Klauba megyek palat mászni. Haját? Mi van? Meg jön a Marian, és azon rögtünk a Klauba edzésen, hogy a Marian-t elképzeltük falmászáson. Úristen, szakadtam a rögéstől. Mert így az Ati így komolyan rám nézett, hogy jövő éte jösszem falat mászni, és így kitört belőle, milyen hisztérikus rögés. De Klauba, ma is rögtünk az edzés, hogy elképzeltek tényleg a falat mászol. Amúgy hallod, végignéztem, hogy csinálja a falacsintát, szerintem a Bounty is csinálta, és ilyen nagy csoki darabokat rakott bele, meg egy csomó kókusz, meg nutella. Nagyon-nagyon fullas volt. Minden is, ja, ezt olvastad, Ati. Sziasztok, Dorina! Igen, nagyon szép a kép. És ezt mondtam, hogy milyen jó lenne egy falmászós stream. Nem? Amúgy én nem megyek veled levideóztak, de én nem mászok fel. Van ma 8 Valentin. Barbikám, nagyon köszönöm szépen a két hónapos támogatást, köszönöm szépen a feliratkozást. Akkor engem most meghívsz egy falára? Nem persze. De látjátok, hogy így pakol rá dolgokat, most epreset csinál. Elvégy ez a túrós epres? Az ilyen fúros. Túrós epres. Túrós barackos, szóval. Te szereted a túrós palacsintát, Klau? Igen. A rózsaszínpali mi volt? Valahol láttam a macskák csatája ellent. Nem tudom, ezt nem néztük meg, hogy az mi, az ilyen rózsaszín, szerintem csak valami természetes színező volt benne, tudjátok, valami gyümölcs, püré, vagy nem tudom, hogy mivel. Miért? Ez a sáfonya. Haj, várjátok, segítsetek, hogy miért tegyek. Olyat akarok, amiben így pakolnak dolgokat. Van még lekváros, fahéjas, kakaós, diós, csokis, bounty. De ezt hol látod? Ott a másik táblán. Ja, fahéjas, kakaós. Jó, de mi az, amiben így pakolnak dolgokat? A bounty is. Én olyat kérek, amit megpakoltam. Túros, magos, meg mangós? Magos. Nem, vér. Igen, pamunka vér. Ezt én mondtam. Meg az alfanesz. Ja, írja a ti, írja alfanesz, hogy jinx. Jó, és azt mondta. Szia, nyúlszérek, hogy vagy, mi is. Hallod, alfanesz, az Ati szerelmes beléd konkrétan, állandóan rólad most beszél. Most már nem megyek a Pécsre, megsértem. Most már nem megyek a Pécsre. Igen. Na jó. Szóval sajnos nem fogunk találkozni. Focsi! Na most ezt... Sima nutellás volt, ugye? Gyere, kész van! Gyere! 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 Ati, ezt ne olvast fel, de... Oh. Fú, bazz! Az örökre... Tudod, ez milyen pillanat lesz? Amikor lefekszem aludni, akkor ez az a gondolat nem fog hagyni aludni, ami most ott történt. Megesszük, és utána megyünk? Aha, szerintem igen, nem? Jó, mehetünk. Még egy vizet majd veszek. Nem. Bent. Ja, jó? Amúgy itt van. Ja, jó. Ati, megyünk ketten akkor. Hova? Jó, falat mi ketten mászni? Megyünk le kocsival, Pécsre. Ja, egy egymás mellett? Hát, igen, mi alfelé össze megyünk két kocsival. Nem, egy kocsival megyünk mi, és mindenki más oldja. Na ott, onnan most csinálják. Szeg, jó, még a klóba esetleg lesz. A Marianne, mert azt mondta nekem, hogy seggórakor, vagy nem tudom, olyan is. Mit mondod? Seggórakor, igen. Seggórakor. Mondtam a Benciek, és azt mondta, az mit jelent? Amúgy lehet én is egy túrós ep... Melyik őtök eszik túrós epreset? Jó, én is. Akkor kérsz egy olyat nekem életem. Köszönöm. Az kommi, ez a kiközösítény. Benci, neked milyen bit izéd lett? Bit badge-ed. Most tudod, milyen bit badge-eid vannak? Hát de ez nem az enyém, azért kérdezem. Na, akkor kérj és át. Ez a Twitch alap, ez a Twitch alap bit badge. Velem is mindig történnek ilyen emberasszín dolgok, nem fogsz hányni. Most akkor mégis eszel palát? Igen. Ide na, fog hányni. Jöttem. Gyere, kislány, gyere. Akkor ez egybe az ebédem, meg a vacsorom. Már a zene? Nagyon jól néz ki az ápra. Nem tudom, mi nem, van, én csak ide feljárok. Mi? Csapongsz. Mi amúgy mindig azt kívánjuk, ami éppen készül. Csapongos, leírja. Nagyon jól néznek ki. Igen, amúgy ezt a másiknak jelen, ilyen nagyon kiboltak téve, a Jimmy-k. Igen. Nagyon jól néznek.
Igen. Nem volt. Nagyon durva megpakolják. Mennyibe kerül egyébként? 1700. Csak oda megyek, le akarom videózni, hogy készül maga a palacsinta. Na, oda nézzetek, milyen gastro streamer lettem. Navos vagyok. Amúgy ti hogy szeretitek a palacsintát, amikor még ilyen nagyon fehér, vagy amikor fajtos? Mert a Kle úgy szereti, hogy nagyon fehér, rasszista. Én nem szeretem, amikor ilyen nagyon foltos. Bu. Úristen, Attila, nem is láttalak ide jönni, mi van? Úgy értem, csak annyi mondtam, hogy bu. Én most ilyen gastro-streamer vagyok. Nézd. Foltos, azt kérdeztem tőlük, hogy foltosan szeretik, vagy nagyon fehéren, a Kle úgy ilyen nagyon fehéren. Igen, szom, és mi kettem, hogy foltosan. Amikor foltos, az az igazi. Foltos, igen, kettő foltos, közötti jó állapot. Folytos. De ez a Bátok Maris verseny, igen. Az új földőzé én vok. Akkor körben folytos, ez mit jelent a fenesz? Oddi specifik. De nem mondtam ki, Bence, hogy... elnézést, megborulások. Ezt most nem is értem, hogy... Ez most mi... Isten. Nem is értem, mert tök jól tartottam a kamerát. Szóval, hogy nem mondtam ki, Bence, csak azt mondtam, hogy igen, Bence, de direkt nem mondtam ki. De ki mondtad? Mi van? Igen, Budapesten vagyunk, az Allénál van ez a hely. Nekem bárhogy jó, csak palacsinta legyen. Amúgy le akartam videózni, ahogy csinálják nekem, és elfelejtettem. Nem akartam videózni, hogy nekem csinálják, és elfelejtettem. Vagy még csinálják? Ja, most csinálják. Úgy, de jó. Milyen szomorú, hogy akartam. Az pont ez enyém? Igen. Úgy, de jó. Ez az, azt a mennyi ember kerül bele. És valamelyik ötökről el tudja venni? Vagy ezt megfogod, megy iszakére? Köszi. Köszi. Hello. Amúgy azonnal megkaptuk. Igen, ott van egy robbadnak az a része, lehűlünk valakit. Na hát nekem ez amúgy túlvilágos, megeszem, de ha otthon csinálom, akkor barnábra csinálom. Hát szerintem elfoglalták már azt a padot. Igen. Nincsen üres pad. Most hát egyre többen vannak. De itt a lépcsőknél le tudunk ülni, és árnyék is van. Ott nem ül senki. Most nem látom, mit írtok, de mindjárt visszaadja a telóját. Látlak titeket a csatornán. Jaj, ne creepiskedjetek. Hol, mit készülni, nem már? Látlak, és kedjét ír. Látlak, messziről követlek. Na, itt indítottuk a streamet. Ja, hogy itt kossz van, az a baj. De nem ülök rá. Hova? A lányokhoz? Aha. Ki megkérdezed őket, hogy nem a baj? Sziasztok, köszi! Ki hova ül? Mind a ketten oda ültek? Nem. Tudom, hogy a nagyobb várjál, nem látom még. Az lesz. Most is magad már, nem köszi. Én már leszek. Jó, itt vagyok. Köszi. Csak egy üres tésztán, mit teszek? Csucska. Ez a maximum, eddig ezt le lehet izelni. Nagyon jó barátok. De ki írta, hogy lát minket amúgy?
nem tudom, ami Jorbia, valami. Nem? Látlak titeket. Hú, ez nagyon creepy. Szia, kukurikú. Én körülnézek, de nem látom. Nem szabad videózni, amikor neked csinálják, de ugye vagy. Miért? Ezt nem értem. Hát, mindegy. Kül kappával küldte. Ja. Szia, Jonka. De ez egy szétesik az egész. Szétesik az egész. Hát... Igen. De hát ilyen kis, ilyen alap dolgok vannak benne, nem? Elmegy. Az úrra olyan film. Ez egy csalódás nekem ez a fesztivál. Mi van? Én nem nagyon... Nem jártak ide soha többet. De hülye vagy. Én nagyon jó tettem az előbb. Jó, az jó volt, igen. Meg amúgy... Ez mennyi volt egy darab, Pali? 1700. Tényleg? Mm. Az amúgy tök jó, mert nagyon telepakolták. Mm-hmm. Nem jó, Mariam. Nagyon finom. Most ütök neked az ipalat. Ez nagyon fullos. Meg kell lenni a legvárok, mert felbontok. Milyen meg? Van áfonyás, barackos, meg áprás. Ne, hát ide állj a középre. Köszi. Ullenes. Sziasztok! Hello, sziasztok! Milyen cukik voltak. Igen. Csak azért nem tudtam odébb rakni a kamerát, mert nem akartam, hogy látszódjanak. De most már akkor meg tudom csinálni, úgyhogy... Te most ugyanölteszem, mint az enyém, mert az enyém az kurva jó. Mind a hárman ölt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 
Hú, szerintem ez isteni, és így tele van, az, tehát hogy nagyon ilyen cuccos és nagyon édes. Mármint, hogy nem ilyen túlzóan édes, de... Neked anyukát szokott paracsintát csinálni? Én anyukám? Hát amikor gyerek voltam, biztos csinál, de amúgy nem szokott. Mert amúgy utál főzni, meg sütni. Akkor azért ütjük. És nem tudom, Klau ugye szokott csinálni. Úgy a Csági az mennyi? De... Nem is csinál. Akkor csinál nekünk? Majd mondom. Aha. Nem, majd jön ízbe. De miért nem ízlik? Nem mondom, hogy nem ízlik, azt mondtam, hogy jobbra számítottam. Ja. Hát a palacsinta az ilyen kicsit ilyen ízetlen, de azt szerintem... Tehát, hogy így otthon sem szokott ilyen nagyon sok íze lenni, mert az annak van íze, ami... Elszapítsálnak tőlük a streamedben. Bocsánat. Mindig az, hogy... Nem. Nem jó a lángos, nem jó a palacsinta. Jó, de a lángos ez nagyon zsírosnak tűnt. De ez a túrókrém, ez ilyen nagyon krémes és nagyon finom édes, és ilyen kis citromos íze van, és az eper meg nagyon friss és édes. Marian, ez engem kicsit így megijesz, hogy neked ez a nagyon krémes, nagyon édes. Én ezzel szoktam gondolkodni néha, tudod így? Eszik valami, és azt mondja, hogy nagyon finom, és ugye az én főztömre, és azt mondja, és akkor elgondolkodom, hogy bazdmeg, hogy ilyen szarul főztöm. Nekem nagyon bejön. Én nem vagyok ilyen finnyás válogatós, de amúgy pont te mondod, Ati a legrosszabb cukormentes sütikra mondja, hogy ez valami isteni, és... Hát képzeld el, hogyha én erre azt mondom, hogy nem olyan jó. Tegnap is, vagy tegnap előtt, amikor nálunk voltatok, Atinál volt ilyen cukormentes keksz, és ilyen, tudjátok, annyira nem volt édes, annyira cukormentes volt, hogy ilyen keserű volt a számban, és ilyen száraz volt. Ilyen, nagyon, ilyen faforgás száraz volt a kert, és keserű, és nem volt édes egyáltalán. Nem. És az Ati meg így, az isteni! Mert a Marian csak a Milka Csokit szereti. Igen. Mi van? Mi van? Milka Marian az ilyen kajákba, ilyen márkafog. Az új kedvenc. Ez gulyon, nem? Azt tök szeretem. Micsem? Ez gulyon kert volt, nem? Igen. Azt tökre szeretem. Igen. Vannak nagyon jó. Felsz, hogy XD. Mani ma sminkeltél? Ez milyen kérdés? Minden nap sminkelek. Amikor elmegyek otthonra, vagy streamelek. Ah, no, ja, cuki vagy. Bocsánat, folyton leesik a betartópátom. Oh. Jaj. Én csinálok. Ez nagyon kincs. Jövő héten rendes palacsintát. Jó, mert ez de nagyon... De sosem soktál túlósat. De most fogok. Én megcsinálom a tölteléket, én töltelékem sokkal finomam. De jó, azt szeretem. De nem, hát akkor biztos cukros lesz, na úgy cukormentesen kell. Én úgy csak olyan édeset, hogy nagyon édes. Ati, ne aggódj, teljesen megértek. Én is csak anyukám palacsintáját szeretem, annál nincs jobb, ha valaki másként csinálja, mert nem ízlik.
Igen. Aha. Mondok. Iris képet kinek kell csináltatni? Nem csöcsági palacsintáját. Neki nagyon jó. Ez nagyon furcsa hangzik, Heki. Neki van egy olyan, amit amúgy az anya szokott, képzeljétek el, ami nagyon plaus közben, hogy ilyen túros palacsinta, de valahogy egy ilyen jénaiba berakja, és az egészet, egész önt valamilyen pudingos sodószósz, és ezt meg, és ez besüti. És ez annyira, annyira nagyon-nagyon finom. Attól a Marianne szerintem így sztrókot kapta, ha megkosolná. Hogy... Persze, ja. Ati van kínos pillanatok csapó 2. Igen. Mert én azt hittem, hogy ident beszélnek, annyira ide hallatszódott a hangjuk. Igen. Köszönöm. Ez milyen az ő? Atrás. De jó. Köszi. Pedig nagyon néz ki a pacsita. Nekem tényleg nagyon ízlik. Meg amúgy ilyen egy-két eper, kicsit savanykás, és én azt nagyon bírom. Én azt nagyon bírom. Nagyon bírja. Amúgy tényleg menjünk majd epret szedni. Igen. Oda a diétám, mert stream alatt. Én jókat ettem, én boldog vagyok. Most konkrétan ezért rontottam el a mai edzésemet, nem érte meg. Tudom, most elmegyünk kardiózni, mert gyorsodtak. Nem, mert még most sörözünk. Kalória hátam. Nem sörözöm. Amúgy, hogy hívták ezt a bódét, ahol a haltepertőt vettem? Vagy halcsipszet, mert azt nem még tudom. Akarom életemben enni. Halas. A halas. Ez most álltott ki. Nem. Ha majd visszanézed, a streambe felvettük. Jaj, majdnem riportoltam a minden. Ó, miért? Mit csinál? Nem tudom, így rányomtam, és ez... Ó, nem, most be is riportoltak, Rúdi, vette a millent. Nem. De tényleg, ne, de. Nem ment rá, még ki kellett választani, miért riportolt. Minden reportolva lettél. Szegény. Biztos azért nincs Instát. Köszi killer a bitaket. Neked is Klaunak, amikor a szemeteket makrofotózzák, mert olyan szép szemetek van. De cuki vagy, pamunka. Amúgy ezen már gondolkoztam, mert a bátyám volt a barátnőjével ilyen iris fotózásom. És kurva jó lett az a kép. Mi ez menő? Szia, Juki! Muslice. Hol? Ütögetsz. Itt a Pitner, Bibi. Nem is lát. Sziasztok! Aztán. Sziasztok! Nem is tudtam, hogy ide is jöttem. Szia! De az a tiék azt mondta, hogy rossz vagy. Nem volt jó. Ízetlen. Ilyen réd. Marian, azt írták, hogy megrédeltek most téged élőben. Igen, ez egy ja, élőben, igen. Viszont tudod, hogy nagyon finom, ott az elején ilyen altepertőszerű volt, amire vagy falcsi. És akkor most engem össze. Too eye cosmetic. Ja, bocsánat. Most éppen rosszul értem. Lányokat akarom mutatni. Jaj, mit csinálok? Chat? Hogy tudom, hogy arra, de most ezt nézős magátom. Jó, aztán van kedvetek lenni. Nem szabadunk. Dehogy is, nem. Amúgy is megtudjuk valamit. Igen, csak sikerült. Ati, Stapi, bocsánat. Hát ez nagyon... Jaj, most engem vettél? Igen, végig. Mi van? Most azért téged veszem. Próbáltam így beállítani, és az volt, hogy így pörgött a kamera, mert én mindig, mikor megállítottam, így pont tovább ment. Szóval így nem volt emiatt jobb. Jó volt chat, nem? Hogy de jó, nagyon örülök, hogy itt vannak a Viviék. Ja, igen, még jó, hogy most ide jöttek, mert... Mármint, hogy most jó, hogy találkoztunk, mert oda mentünk volna. Igen. Azt ők meg sehol.
Ők meg sehol. Most engem mutatsz? Hát nem? Csak akkor most mi most akkor... Mit csinálunk addig? Azt mondták, hogy Uncsi a sörfesztivál, akkor itt kell berúgni. Uncsi, hát ez se lesz izgalmasabb. Szerintem, nem? Nem tudom. Mármint, hogy ott az a sörfesztivál, nekem úgy tűnt, hogy ott azért vannak emberek, nem? Itt elég ilyen kis kihalt. Nem tudom, én tegnap néztem ugye este ott biztos nehez élet, de így jött. This can't be. Nem akarod tűtéged, vagy De amúgy lehet. De most Pitta játszott, én mellett fogtok berúgni? Nem fogok berúgni, hát nincs annyi pénzem. Mi van? Ja tényleg én is utalok rá. Nem kell kérni, de Mariannál van ott. Marian már, vagy a Kló már küldi a kérést a palacsinta árára. Mi? Küldött Revoluton egy kérés, hogy fizessem ki a palacsintát, de Mariannál van ott, hello! Nem baj, tartom. Közben a Pitner live-ja is megy, azt nézem és pont nézem, azok nem a Marianné. Közös stream, első közös streamem, chat. És pont rossz szögből vett fel a Vivi. Téged? Igen, ez a jó profilom. Nem is minket vett fel, nem? Nem tudom, hogy magát vette, vagy nem magát vette. Hát de gondolom nem magát vette, hanem minket, mert mondta a Ricsi, hogy látott ott minket, nem? A streamben. Ez nagyon vicces stream inception lesz, amúgy kíváncsi vagyok. És csak egy pénisz láttam. Mi a Klauval megyünk, te maradj itt. Hova? Klau fel. Mi van? Mi megyünk. Mi van? Mostnom kell, nem mond. Nekünk mostunk kell sürgőse. mi vagytok ti a izé? Zsanna, Zsáda? Mi, ő is mindig mos. De tényleg? Igen, ma mondták nekik, hogy ki az a kettő ember, aki közül ma hazamegy valaki, és aztán befejezték az izé, hogy megmutatták a képet nekik. És azt mondja, hogy jövök, most már mehetek, mert mosok még. Ja. Ez tényleg sem te vagy. Low vibes. Mit írnak, megnézhetem? Aha. Itt a Matthew Perry. Aki volt valami bogára válladon, még mindig van. Biztos nem volt. De ezt most nem a házmester. Itt a Glow dölt a máramra. Azt mondom, valaki azt mondom, hogy... Amúgy ezek az epik tőlem estek ki, vagy csak rendben? Egy aranyászokra. Mondom. Nem, nyitva van a táskán. Mi a fasz? Nagyon szépen köszönöm, Ricsi, az egy dolláros támogatást a Good Meat Fesztiválhoz. Nagyon szépen köszönöm. Ez most egy ilyen kis előhúrni. És így valaki random zsepjét elvennéd. Ja. Fúj, most egy nagyon-nagyon undorító dolgot. Verjel. Tessék. Most mondhatom. Kaphatok készletőt, ennyit? Tehát mondhatod közben. Mikor Hollandiában voltunk, egyszer volt, hogy ilyen sörpadfeleségnél ültünk, és ugye már voltak ott italok, és az, vagy valami ilyesmi, és az Andris rosszat fogott meg, és belejúlt. És én így néztem, mondom, Andris, az nem most a te italod. Húj. És én mondom, ne, és már ki tudja mióta volt ott, és eltlen belejúlt egy ismeretlen italba. Húj. Egy random helyen. Miért vannak muslincák a hajadban? De itt is. Óvatos zsírozom. Ja? Zsírozom. De nekem, én megtisztítottam a kezem. Nem azt, hogy zsírozod, hanem megtépsz. Ja? Az a ti úgy veszik ki a muslincát a hajatokba, hogy... Hát mert bele van ragadva, egyesült. De így fogd meg. Fogd meg, fogad így. Halljuk Attila. Hello Maris, és ült Attinak Tatáról. Szia, Tatai vagy? Keke... Kekerenyi. Fodrász helyet Attila. Hol szertek alkoholt? A Marian. Hát basszus, amúgy nagyon rég nem ittam, csak egy sörre gondolok. Amúgy máshol nincs valami esemény, jó vállalat. Hát a Szabadság téren. Oda menjünk át. Nem ugyanak a Viviek, hogy gyalog közlekednek, vagy kocsival? Nem most kocsival. Most a Magykosz, nem tudom, hogy kocsival van-e. És ők, bocsánat, megkérdezhetem így? Az nem gáz is streamel, kérdezem, hogy ki volt fel ez a fiú, meg az a lány, mert én őket nem ismerem. A Vivinek a húga. Ez a húga? Akkor ezzel hasonlít a tányira. És a Magyhoz pedig egy nézőjük. Jaj, de jó, mi a biztonsági őr? Amúgy van egy nézőjük, akinek van egy, vagy nézője, akinek van egy polója, hogy Pitner Security. Mi azt mondtam? Ja, talán a Sanyi, nem a Sanyinak. Nem tudom. Maradj ott, ahol vagy, viszek neked vodkát, Balú. Jó, Balú, itt várunk, ez a építési terület a Balú? Hely előtt. Amúgy nem tudom.
Balú pesti? Úgyhogy ne lépkeljétek ki. Egy suliba jártunk, csak Ati fiatalabb tőlem pár évvel. Egy suliba jártunk. Azt írja. De igen, melyik suliba? Kekerényi. Melyik suliba jártunk együtt mi? Biztos az ötvösbe. Az ötvösbe vagy a Kőkutiba? És engem látnak, vagy téged? Engem. Jó, mert ilyenkor az, amikor a kamerával, most mondom, az így elég kellene. Visszatekerek a találkozáshoz, mert ezt nem láttam. De átélted. Nem, ha már mint hogy öt chat, hogy mit írt. Nem láttam, de átélted. Hét icons meeting, de cuki vagy kecske. Pedig mi nem is voltunk benne a Klauval a videóban, szóval mire gondol? Miért pont nem látszottunk. Az komoly. Nem, csak azt írják, hogy bogár szálltam állat. Igen. És az csak a Klau volt. Vigyázz. Tudom, már azt ja. Próbáltam letörölni. Jaj, előttem is van egy. De pont nem voltam el. Én csak a boros helyen láttam. Alkohol? Igen. Biztos van máshol is. Nincs. Igazából. Nincs. Itt a Spárba menj el, itt a álléban. Hát amúgy ez tényleg az. Itt a Spár, és mennyire elvegyél? Megint nem tudja, mi legyen. Mit? Hogy? Igyak. Hát gondolkozom, hogy arra láttunk a valami sörös helyet, vagy... Te ívóba bemegyek az egy gyógyat. Az komoly. Ezt a rivalizálást rég éltem át. Milyennek a neve? Európa Piknik? Vagy Európa mi? Valamilyen, nem tudom, Európa... És ennek van Facebook eseménye? Úristen, milyen? Van. Milyen perverzeket írogat a Millenoid? Ki? A Millenoid. Mi az, hogy zsíros a kezem? Hát ezt te csináltad, most... Attila. Azt, sajnálom. Hát, hogy elkértem az Instáját. Igen. Az ezt váltotta ki. Egy dominót indítottál el. Szia, Viki. Nekem nem is zsíros a kezem. Vaszari. Lekövérezték a kezem. De vaszari, vaszari. De szerintem ötvösös volt amúgy. Mint a vaszari, ez egy általános suli. Szia, Dani. Vászori, azt mondtam, vaszori. Ami most ide menjek az alléba, egy boltba vegyek sört. A nagy szintén. Hát én csak vicceltem. Mert nincs jobb ötletem, de amúgy itt ugye, hogyha lemész egybe a mozgó épcsőt, van egy nagy spár. Itt a pizzázó, itt van csapolt sör. Úgyhogy... Ja, ó. Ja. Megnézhetem, írta ez az ember. Na, a Viviék is ott vesznek palacsintet, ahol mi vettünk. Szóval kíváncsi vagyok. Én mondtam, hogy nekem nagyon ízlett, de hogy biztos nektek nem. Biztos, ők is megyek, nagyon finom. Nem tudom, de amúgy mondtam a Vivinek, százszerzék, hogy ízene az a halas dolog. Azt írta a Máté, nélkülem nem ihat! És ilyen kapszó. Ki gyere, Máté! Na jó, ti kértek valamit? Mi a Balú is ötvösös volt, azt írja a Balú. Oda járt a Balú gimibe, hova én. Hát nem minim, hogy Tatára. De most mondta. Mi van? De én is ötvösös voltam, és mégsem egy csúlyát. De azt mondja, hogy a Tatai ötvösbe járt. Azt mondja, hogy igen. Mi van? Ezt nem akarom elérni. Küld el a ki volt a magyar, a matek és tői tanárod? Most mondd meg azonnal. Ugyanaz. Azt mondja, az alfeszes, hogy Balú oda való. Tatai. Azt hitt a Millenoid, hogy majd hozzászoksz, Ati, elnézést. Hát ezt elrontottad. Én nem vagyok színű. Na jó. Tehát a mellett lakom. Akkor nem kértek semmi? Még végül sem, ugye a Balú... Amúgy a Balú... Megfordíthatom? Igen, de a Balú amúgy mindig Tatáról rak ki amúgy sztorikat is. Jaj. Osztok. Na, elfordulja, de... Úgy né, a szép fejjel... De nem én akarok látszódni. De így, akkor látszódjunk ketten, és akkor az úgy jó. De csinálhatnánk amúgy úgy is, hogy... Bárre? Nem bírjuk. Bocsánat, elnézést, ez foglalkoz a hely, ne haragudjon. Ja. Bocsánat. Ezt felvettem. Mi van? Jó, de ez miért vicces? Csak úgy átfordítottam egyből a kamerát. Ja. Hát, de miért nem mondtátok neki? Hát ide jönnek a Vivié. Én is. Csett két hajléktalan majdnem ide jött. Már még nincs velük gond, de hogy megijedtem nagyon. Nem hajléktalan. Szóval Slashy volt ott, és nem megijedtem. Úgyhogy... Azt írja az Alfász, foglalt! És ilyen dühös Klauber mód. Oh, ez ijesztő volt. Amúgy de, nekem meg nagy a szám, Ati, nagy a szám, de hogyha egy idegen férfi ide jön, így el vagyok. Söndben ültete. Ezt arra egy kigrekni. Bocsánat. Akkor én hozok neked egy sört, de ott nincsen végül? Hát, most téged mutatlak amúgy. Izé volt. Slashy. Amúgy így látszódjunk, Klau, hogy nézd így. Hát így sokkal előnyösebb. Mint fordítva, mert így... De nem látod. De, ott a chat, de Marina elvette, most akkor most nem látjuk. Taki volt az ofém, azt mondja a Kekerényi. Kicsoda?
Taki. Az kicsit, ilyen Takács. Kati négy. Az a csávó? Nem tudom, hogy amúgy ez ki. Muti, hogy nézünk most ki. Csöndbe akarták cserkészni a patot. De hát az Atiék meg ideelgették volna őket simán. Most jól nézünk ki itt a Krauban? Amúgy igen. Kurva jó ez a kamera. Majdnem elfoglalták a helyeteket. Azt is jönnek a Viviékot voltak a... Mutállás, Efrese? Elfértek? Amúgy ez lehet, hogy jó lesz a mutállás, hogy túl se tettünk. És ilyen íztelen volt. De Marian imádta. Annyira finom volt, és nem tudom, a tieknek mi baja van. Oda tudsz jönni, valahogy arrébb vigyük ezt? Ezt tudjuk szerintem, igen. Aha, vigyük kijebb, csak a streameket lehet fel kell emelni. A streameket. Stream Inception van, sziasztok! Most hova emeltek? Csak a padon. Csak arrébb rakjuk a padon. Ah, megint belezoomolt, szóval levettem. De nem én zoomoltam magától. Azt lehet neked egy kicsit hátrébb kell rakni, hogy még a padon. Csak egyszer értem hozzá, Vivi. És utána egyszerűen jutott, hogy jaj, Vivi azt mondta, hogy nem szabadod. És utána elromlott az egész. Örökre, igen. Jaj, trágya. Most nézd, visszakapcsoltam, és ekkora. És így egyre amúgy nagyobb. Amúgy ez nem vészes, legalább én álltam olvasni. De aztán így magát, ha egyre szóval nagyobb, és aztán már csak ilyen bedzseket látok, kajak. Jó, itt rágyad. Hát igen, most készültem. Szóval ide akart jönni két pasi, és az Atiék hagyták volna. Mert én elmentem sörkeresésre, de nem találom. Ilyenek voltak. Így lesapkodottak a tiék. Nem merünk idegen férfiakhoz hozzá. Csak így néztük, hogy jó, akkor nem ilyen. Tészta szerintem nagyon rossz. Na, ugyanezt mondtam. Olyan gumi. Felvettem, hogy milyen neked nutellás. De amúgy, amikor készítették, akkor nagyon jól nézett. Igen, átverős, catfish palacsinta. De tényleg ilyen gumisra tésztel, de amúgy a nutella nyilván finom meg az eper, mert az nehéz lesz. Amúgy ott halljátok, itt ilyen indiai sátán food megy. Nagyon durva, úristen, olyan oda ment körülmények, ahogy készítik. Igen, mi is először ott akartunk. A színes, nem? És aztán eljöttünk onnan, igen. És inkább oda. Oda lett volna rohadva a mangó, meg jó, a gyümölcs. Marian kell először ott akart, hogy ott vegyünk. Igen, mert olyan nagyon sok tűnt a nénye, aztán közel mentünk és megnéztük ott a gyümölcsöket, meg minden. Nem láttatok valahol sört? Arra lám. Most a budapest sör van ott, de valaki ízázza után. Jó. De melyik vagy méri volt aranyos? Intesben. Nincs hát lát. Ott, ahol a... Mert nekünk ilyen urukháj hangon szólal meg. Attól még lesz, hogy aranyos vagy. És unalmas volt a sörfest, azt mondta Marianka. Hát azért, mert már tegnap is volt. Ja. És ugye így, ez itt hogy megmentem? Ki van szólt? De az amúgy nagy, az ott akkor, nem? Nem, sokkal nem jövök a szemben, mert a bajkabban 3 év volt. Nem tudom, mikor voltam előbb. Ide tudom rakni. Másra. És a kukába beleesik. Amúgy nagyon durva, mert mi meg pont kb. Most akartunk egy perc múlva elindulni oda, amikor a Mariannek észrevettek titeket. Attól még nézzük meg mindenkit, mert amúgy vannak jó sorok benne. Kérdemes, hogy meg akarod látni párat, de azért nem. Hát én most csak egyet megiszom. Jó, akkor kérsz egyet? Nem lehet tudjuk többet. Akkor mindjárt jövök. Mindjárt jövök, emelk szörélt. Adjam a talón. Tessék. Nem, van nálam kártya. Hát itt a kérsz van? Nem, köszi. Valaki kér valamit abban a sorát? Én nem tudom. Köszönöm. De ide van a tapasztalat. Nem, az kézülösen annyira nem mondom. Jó, akkor jól vagyok, hogy jön veszem el kérdés. Valami zavar történt. Átállítom, hogy minden szögből. Vagy nem zavar? Nem is látom, szeretem. Minden szögből. Sziasztok! Való világon. Akkor Maria mondta azt, hogy te is jól voltál Gyugyivel, hogy jól voltál Erdélyben. És ez csak egyedül volt? Nem, ott egyedül mentem. És hogy tetszett? Én imádtam, szerintem rohadt jó. Én voltam utána, vagy előttem, mert utána. Utána, mert te adtad a Mariannak a tippeket. Igen, igen, a netről. Nem tudom, nekem nagyon nagyon tetszett, én nem néztem végül, nálatok volt mindenhol, nem.
amúgy a Maja Szandó csak két helyen streamelt, de igen, ott volt. Igen, de hogy jó volt, ez az Orange, azt tudsz, az jó volt. Mert ti messzebb mentetek, mint én szerintem, meg kocsival, ugye? Igen. Mm. Mi össze-vissza mentünk, ilyen nagyon rossz hely volt a szállásunk, és minden ilyen 3 órára. Jó, egész akár a kocsiban ültünk. Igen. Ez mondjuk nem jó, tehát akkor vissza kell menni. Igen, amúgy akárne, csak hogy így most ez így nem volt annyira jó. De amúgy jó helyeken voltunk, csak nagyon sok kell minden a kocsiban, ugye. Hát ilyen 6-8 órát vezettünk. Ja, hát te. Ja, igen. Hát igen, nekem is ugye úgy volt, hogy én is mindig úgy csináltam, hogy reggel korán keltem. Ment akkor ilyen busz, meg vonat, meg minden ugye. És akkor az egy átdobott a következő városba, és utána délután tudtam kezdeni streamelni, mert tényleg az utazás az mindig ilyen. És te vonattal is mentél oda? Hát nekem úgy volt, hogy busszal kezdtem, és akkor ott, ahol találtam, tudjátok, vannak ezek az ilyen, mit tudom, 6 fős buszok, és akkor már hogy indulnak olyanok. És ez mennyibe kerül a Budapestről? Amúgy, hát ja, azt nem tudom. Vagy te nem Budapestről? Nem Budapestről mentem, nem. Ja, ja. Nem, nekem máshogy volt. Úgyhogy azt nem tudom, de az biztos, hogy baszó drága, szóval akkor inkább vonat szerintem, ami volt jó. Csak azért, mert hogy, csak azért, mert hogy Marosvásárhelyre amúgy látásról menni repülővel, és az kb. 9000 forint. Igen, mondod. De repülővel nagyon olcsó. Igen, és azt beszéltük, hogy lehet, hogy úgy kéne menni egy repülővel, aztán meg bérálni egy kis busz, vagy valami, és akkor úgy menni, mert az lehet, hogy még jobban kijön. Ja, csak? És melyik városabban voltál? Én is úgy mentem, hogy Kolozsvár, Marosvásárhely, és utána harmadik napon voltam két városban, a Bránban, ugye Töltváron, meg Krasóban. Aha, azért azért sok helyen voltál. Sokat, de ugye Bránban csak azért mentem át, hogy ugatlakat ki megnézik. Az ilyen délután 4-ig. Jó, nem is voltunk. Nem, mi egy ilyen Dracula házában voltunk, hol Segesváron. De ez egy nagyon gagyi nézett. Nagyon gagyi volt az egész, és mennyit fizettünk, vagy 10 lei volt a belépő? Hát jó, de ez nem olyan sok. Nem, de hogy még annyit se ért. Ja. Ez egy ilyen ijesztőház volt, hogy fel kellett menni a lépcsőn, és felmentél a lépcsőn egy ilyen nagyszörös bukrás itt a fejedre. Ja, meg azt hittük, azt, hogy rendesen ilyen Drakulával kapcsolatos kiállítás lesz, mert úgy volt kívül azt, hogy Dracula múzeum. És akkor igazából nem volt, mint egy ilyen szabaduló szobánál, csak egy kidiszített szoba. Igen, szobán. Meg ott volt kb. Egy ilyen próbababa, aki a csajt szimbolizálta, akit megölt. És akkor az ott feküdt egy kanapén, meg volt egy koporsó, amiből így felült a Dracula. Igen, egy ilyen automata egyébként. Vagy szerintem ez ilyen 5 éveseknek állított szobában. És ott teljesen sokkal megy néztük. Mondjuk amúgy jól langzik. Vicces volt amúgy. Amúgy lehet, hogy elhangzik ezek a szétem, annyira jelvezetek maradtam, nagyon ilyen történelmi. Szóval kicsit így kétáltunk, hogy ilyen jó volt, de azért voltak ilyen unalmas lesz. Köszi! Álmodj királynál! Úgy a mesében, hogy vicsi. Horrorcon lesz. Tényleg? Igen, ha Robin Hood. Az a Bencének, akkor nem Magyarország első horrorconja lesz. Ez olyan, mint a Mondokon? Aha, de horrorcon. De te Mari félsz az ilyenek. Igen, én nagyon félek, de amúgy elmennék szívesen egy ilyenre. Én biztos, hogy tetszett az a film nagyon. Jókat nevetünk valamit. Ja, az kurva vicces volt, én ezt utólag láttam szerintem valahol ezt a streamet. Nincsen szép megmondva. Csak az orrodban megy a Mari. Nagyon, visszajöttem oda, de csak ott egy szív. Ja, itt van persze. Aztán a csetet. Na milyen? Még nem ittunk ilyen Budapest. Nem állított csak a csetet? Hát itt nem lehet. Vagy amúgy moderátori nézet van, mert elóra előre. Előbb kiírta valahol, nem tudom, hogy kaptam. Aló, csak kinyomtad már. De biztos vissza lehet állítani. Dupla stream van most, igen. Amúgy finom. Jó? Én még nem ittam ilyen Budapest. Nem postoltad meg sajnos. Már kell. De csak azért. Ha, és megint... Na. Arra vártam, hogy neked el tudjam mondani, mert hogy veled is streamben mindig kínos dolgok történnek. És megtörtént volna a legkínosabb az eddig. Nem volt amúgy túl magyarázat. Állt a sorban, ahol kértem ki a haltepertőt. És kicsit odébb állt Ati, rábíztam a Raúl, rájuk bíztam a streamet, hogy beszélgessenek a chatten. És az előttem névő srác, hogy hátra nézett rám, hogy bocsi, de ti itt influencer kettek. És akkor ezt nem is értettem ezt a kérdést, és mondta neki, hogy nem, csak így lestreamelem ezt a kis fesztivált. És mondta, hogy oké.
És aztán így beírtam a csetre, miközben ott álltam mellette, hogy Ati, ezt ne olvasd fel. De ugye én ekkorában látom a csetet, én ezt néztem, ezt a minit. Ati, ezt ne olvasd fel. De azt mondta egy srácok mellettem, hogy mit írt, mert szerkedik XD, és a leghangosabb de felolvasd. Azt mondta ez a srác mellettem, hogy mi influencerkedünk. 15 percig álltam a sorba, és így álltam. Így álltam igen, a srác is így nézett, én meg ilyen próbál, ó, és mi így elsétáltunk a streamen. És ott hagytuk a Marian. Teljé! Annyira nem volt ez szerintem. Nálunk egy nap sokkal rosszabb volt, mert ez még így viccás, de nálunk tegnap egy olyan csávókhoz ültünk el, mert ugye ott a sörfeszem nem nagyon volt fel, tehát így össze kellett ülni valakikkel, hogy le tud ülni. És valami ilyen karigeri karakterű faszi, ilyeneket mondott, hogy úgy néz ki az Ata mellett, mint MC Isti, meg tudod, így próbált így bekostolgatni, hogy te most akkor ilyen nagy streamer vagy, meg tudod, és ilyen annyira káz volt, de nagyon kellemetlen volt, de nagyon részeg volt. És nem mondja titeket békén így sokáig? Hát na, miért is most, amikor jöttünk ki a kiházat? Jaj, az az idő, gyertek puncik, azt mondta nekünk egy csöves, hogy az semmi, az a meg sem. Az csak az de kis kedves bók. Ja, úgyhogy az ilyen fuli volt. Nem a Bogi mellett volt egyik barátnőm, és meg így tudod, hogy én érezte magát tőle, mert így folyton így oda bújt haza, és akkor mondta, most akkor itt ilyen miséket csinál, itt az egyre hajta. És nem tudtátok így elképzelni se, hogy? Hát igazából nem tudtuk, mert mi ültünk oda, tudod. Ja. És én tudjam el, hogy a helyre ültünk gyakorlatilag. Hogy így már innen el. Zsófinak még kell egy pulóvert. Jó, gyorsi bencek azt, hogy ide jön. Jó, de nem egyet. És hol veszik? Hol veszik a lóvát? Szerintem. Amúgy sokkal van. Akkor sem remélem, hogy van valami leárazás, és olyan a nyár. És hogy ilyenkor a téli cicc szóval. Amúgy finom. Ez meg olyan, mint a sokkal. Nem úgy. De miért nem ilyen, mert hogy szólnak amúgy ezt én is akartam kérdezni. Engem olykor kivittek a biztonságiak. Komolyan. De még a Mekiből is. De ez jó tartalom. De amúgy ez miért van minden szerintem országban kb. Ahol, hogy nem lehet világzában igen, mert például videózni, mi egy csomószor videóztunk fel a flázekba. Hát jó, de mindig titokban. És hát, ha kiveszed az ajszéből, akkor igen. Ha kiveszed, szerintem akkor nem fogja őket érdekelni, de hogy a setupban néz, akkor biztos nem. Lehet, hogy már gyanús. Igen. De amúgy neked azt nézni, hogy ez kicsi, nem kisebb, mint az enyém, vagy csak az enyém kimondi szóval. Ja, vasárnap van, sziasztok állatkor. Sziasztok. Klau, mit iszik? A Klau megyes sört iszik a Klau. Csak is a Heineken? A Heineken amúgy drágább, mint a több ilyen basic sor. De majd nézd a Instagram-t. Lehetem egy pisi jönnek a dolgokat. Nem, melyiket van. Szegény is egyedül nézve. Nagyon jó a Heineken, azt nézem. Köszönöm. Jó. Szeretnék is, igen. És akkor köszönöm. Jajjá. 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 Ez a sörfesztivál, az a hamis sörfesztivál. Arra kellett volna nekem is elsőnek jönni, már ez a palacsintás dolgok sokkal közelebbá hozzám. Szeretem a sört is, de így tegnap után most. De amúgy nem olyan nagy dolog, szóval ez egy ilyen kicsi, egy-két dolog van csak. Igen. Van, nem lehet csak mindent megkóstolni. Meg még odébb ott van, azt nézzük, ami érdekesség, hogy bakelitből vannak tök érdekes ékszerek. A csípőseket nem kóstoljátok meg. Nem vagytok ilyen. Van csípős palacsinta? Nem, palacsinta, hanem ilyen szószok. De olyan. Csípős szószok. Palacsinta. Amúgy itt van, de ez bóriós mozzarellás palacsinta, ez nagyon durva. De nem nézett ki oda a vödörbe, már ez az ilyen koszott házak szára minden. Reggel oldal, ott áll a bóri májt.
Na, de mi van? Milyen szószak vannak? Ja, ilyen csípősek úgy van, hogy van 2 millió szkóbulig, ugye? 1 millió. 1 millió. Ez van még Stannál, vagy nálad? Stann. Nálam, igen. Itt van a rizé táskában. Nekem még az Erős Pista is csípős, és tudom, hogy azt mondtad a Zsufinak, hogy ez nem csíp, de ez csíp. Igen. Hát de van az az erős, az a magos. Az az egy Erős Pista van. Igen. Nem, mert azt mondtad, hogy van Haragos Pista. De miért az nem? Erős Pista, milyen... Van belőle édes Anna. Édes Anna? Hát az csak sima ilyen paprika krém. Ja. De az Erős Pista, az tényleg csíp. Én nagyon durván nem bírom a csípőset. Én megismertem Kostányát, ott maradtam volna, szerintem mindig ott állnék. És mit eszettek? Mert eszettek is valamit, nem? Vagy még nem eszettek? Ma? Hú, de mert forgatunk YouTube videót, és Zsófival egy ilyen részét, ilyen kóstolósat, nem mondd el, de ott bekajáltunk nagyon. Van egy ilyen Zsófi kóstolos sorozatunk, és akkor ott... Ja, igen, a kártyásat láttam. Igen, és akkor összetek egy újdonságokat tenni. Ahhoz csináltunk egyet, aztán igazából ott nagyon bekajáltunk, utána még Simonsba is mentünk, szóval mi azért a belakényben nagyon. És tegnap jó volt ez a... nem baó, tehát ilyen leveses, nem tudom, milyennek a neve, az a ja, batyú. Ja, szakura rámen. Aha, én szeretem a gőzgombócot. A gőzgombócot. Ez ilyen batyú. Aha. De annak leves van a belsőjében, nem? Vagy ez nem az a fajta volt? Ez a... Nem, azt szerintem az olé, amire gondolsz, az az, amikor kifőzik, és benne marad a főzőolé az éve, nem? És kicsit, mikor felszúrod, akkor így belemegy, benne kifolyik belőle, nem az? Én azt hittem, hogy abban frankon leves van. Nem tudom, hogy ide néztem, de itt nem látom a csetet, várjatok. Ja, Babika! Most felnagyítottad? Ez előbb még ilyen mini volt. Hát az ott van, de ez most ilyen nagy. Tehát, tudjátok, hogy miről beszélek? Ilyen leves van a közepén, és ha beleharapsz, ilyen kúra forró, forró lé ömlik a szádba. Húsi van benne? Az másik heti. Mert most itt van a Klau, meg a Paris, meg a Macsfolt, meg a Hugo, meg most ment be az Ati, és így ennyien vagyunk, de most más egyelőre nincs itt. Meg egy kis fiú, aki mindjárt ide jön az én. Én már rég elveszítem a fonalat. Na jó, nem tudjátok, pedig tényleg van olyan, aminek, amiben leves van. Biztos? Ja. De bátor, de... Állj, nem vágom ezt a leveses megoldást, de ez olyan csapják, olyan rákos, vagy csirkés. Ott a feleszős, ez olyan szerszős. Milyen menő órája van? Vagy ti nem halljátok, amit beszélünk? Nem tudom, még ki kell tapasztalnom a hangot. Most akarok én is olyat, ami... Mi van? Ez egy DJI-as izétartó, tök tudom, nem tudom, hogy nekik vannak ilyen setupjaik. Igen. A húga! És ilyen joystickos ez is. Uh-huh. Mondjuk a joystickkal mindig gondban vagyok, amikor is szembe van, hogy így ellenkező irányba kell irányítani, ugye? Hát ez a chat, az... Amúgy a Streamlabs volt az, ami neked nem működött, ugye? Azzal kezdtem, igen. Meg amúgy minden fajtát kipróbáltam, most ez a legjobb, amit te ajánlottál. Mert egyébként a többiben az is a problémám, hogy mert ugye ez a telefon tud ilyen nagy látót, és akkor ugye tudom így kapcsolgatni, közeli vagy menj távoli. Menj már az arra való! Júj, baszki! Jó, nem tudtam, én ezt nem tudtam, hogy mire való. Igen, és a többi programban meg ilyen nincs, és ezért nem tudtam kihasználni a telefonnak ezt a nagylátós cuccát. Aha. És csak egy pénisz láttam. Ezen nagyon meglepődtem. Ez egy blog. Ez jó volt. Nekem is DJ-om van, de a mondatok közepét nem látom. A setup-on van, csak nem használom. De legalább amúgy ugrik úgy, ahogy ja. Kell neki, csak nem olyan jól. Na, megértő összetalálkozni. Igen, tanítottam valamit. Hát végre én is tudtam valamit Vivinek segíteni, mert ő annyit segített be. Nálunk nagyon megy a Jimmy sajnos. Legnagyobb örömömre. Jó, az teljesen. Pro streamer, igen. Köszi hamarok. Jimmy jobb, mint az a következő alert Vivinél az Jimmy lesz. Sajnos, bocsánat. Egész jó, és akkor ez pedig, amit ők is le... Tehát amit, hogyha visszanézek mondjuk egy bódodat, akkor ez benne van a lampon. Aha. Igen.
És az, nekem azzal is van egy kis bajom, hogy ha tehetném, így kicsit összenyomnám, csak nem tudom, nem tudtam ezt megoldani, hogy össze tudjam nyomni, és kicsit így jobbrább rakni, de... Mert hogyha otthon streamelek, akkor nem ennyire széles a chat. Aha. Hát de ugye ugyanazt a linket raktam be. Aha. De neked nincsen a Vodon chat? Ja, neked nem szükség. Nem, mert tudod, hogy járálnél beírnek valami ízét, azt ott már nem akarom visszalátni. Amúgy, hogyha törlik, akkor az eltűnik a képernyőről is, így hirtelen. Vagy egy pillanatra tudom, látszódik, csak de... hogy igen, de ott marad. Ja. Aztán azt nem akarom. Nálam nagyon gyorsan szoktak lecsapni, hogyha valamit buziznak, akkor az már ott sincs. Csak buziznak. Hát ezt szokott előfordulni. Igen, Laca, igen. Viszont azon ki vagyok, hogy ez a stabilizátor egyébként nagyon gyorsan merül. Neked mennyit ír egyébként? Ja, nekem volna. Mert nekem azt írták nekem, hogy 6 óráig bírja izé nélkül, és lemértem már többször is másfél óra a maximum. Amúgy nagyon szeretsz veszélyesen élni, basszus, semmi nincs pedúba. Nagyon fura ezt látni. Ha már kába érez, ez mindig így valahol, szóval ilyen. Igen, most amúgy jó, hogy mondod, mert a stabilizátort feldobom, mert az a baj, hogy mikor meg kihelyzi, hogy merül, akkor már nem merül. Viszont ez a teló, ez a Samsung, ez kb. Sosem merül lesz, szóval ez. Mondjuk én nem szoktam olyan sokáig streamelni, mint fel, hanem nekem ilyen ebben ilyen 3 óra voltam megszedni. Aha. Ja, ez mondjuk igen, azt mondjuk, hogy végre egy öntöletes nélkül. És hány millió keres buli? Nem megyünk bulizni. 30 ezer. Nekem ez csak 10. Majd nekem is kéne többet venni. Amúgy nem drágák. Meg tök vannak fenne, tehát is szeret venni minden, úgyhogy nem is tudom, én szerintem valami tök lónémet vettem, ugye legolt. Ja igen, a márka, ez nem is fontos ilyen? Nem, nagyon néztem. De teljesen jól szuper. Megyek én is rá. Ki a hölgy? Pitner Vivi, ő is egy streamer. Házi. Hogy hívják, hogy Pitner Vivi? Nincs itt a Joki? Valamelyikötök nem tud egy olyan linket csinálni, ahol egyszerre vagyunk, és akkor ezt be tudjátok küldeni. Bedugom neked, mert itt van ez, hogy vagy. Nem arra gondoltam, hogy nem a másikra. Ezt is bedugom. Mert hol van? Itt, tessék. Igazatják, milyen jól nézel ki. Aj, de cukik vagytok. Köszönöm szépen. Urak vannak. Milyen hangja van? Na és megkérdeztem titeket, hogy milyen volt mai nap, az Google Maps-on nem néztem. Nem jaj, milyen volt a csáv? Amúgy nem érdekel. Lehet, hogy így elmesélték az életüket. Ez most nagyon nehéz, ez a multitask egyébként jobbra-balra. Ja igen, na hozzám beküldtek, azt tudtad, hogy lehet olyat, mi most tudtuk meg valamelyik nap, hogy beküldenek egy linket, hogy az Bebi meg tudja csinálni ezt a linket, hogy két akármilyen streamert összeraknak a linkbe, és egyszerre látják a kettő streamert. És régebben ugye ezt csak a streamerek tudták megcsinálni, hogy küldött neked mondjuk egy meghívót, mint el kell fogadnod, és most meg bárki megcsinálhatja, azt hiszem ide valahova, aha, itt van, hogy Twitch.t, ja nem, ez csak a te neved, várjál. Szóval küldjük. Beküldítek még egyszer, létszik. Szia, Maris, Pici. Puti. Szia, Tina. Ennyire szar volt? Ennyire szar volt. Nem csak engem botok nézek, és ennyire van. Foglalkozz velünk, itt vagyok, bocsánat. Foglalkozz velünk. Na, aha, itt van egy multistream, per Noobmar is, per Vivian Pitner. Milyen aranyosak vagyok, írogatják, foglalkozz velünk, ti meg, ne se tartok. De te mindig foglalkozzál velünk. Szia, Ata, ott vagyok. Aha, multistream volt, de igen. De jól hangzik, több király. Te Lon, nagyon bugos ez a link, Heki. Jaj, de csúcsú ez a pecsem. Ne engedlek, jó? Jaj, fel nem borulok vele. Mutatok a pecsem, várj meg a drámát. Mutatok a pecsem, várj meg a drámát.
Na, te régen megijedt tőled a kutya. Kutya. Megijedt tőled a kutya. Mit mondtál róluk? Csak pisiltem, meg vettem egy kólát, már szomos voltam. Köszönöm szépen! Látod, erre voltam kényszerülve. Arra a csodás csendre. Jó kasarok. Igen. Nagyon jó. Én ilyen budapesti. Kis kedves bérférgesség. De jól hangzik. Ja, biztos pénzérges. Jó, azért nem kell félteni őket, mert ők is szoktak nekem jönni pitásokat. Pikás? Azt itt áll, de minden oldal a becsapból. Én is idejöttem volna a kékkel szemben. Ki jött el? Minden, nem is értem. Elindítottál egy navirát. De most szépen szed ki ezt. Tényleg amúgy nem tudom, hogy a Vivi segít. Köszönöm. Az Ati úgy veszi ki folytatni. Ez így nyomtam a hajat. Egy segít. Ez jobb, én legalább kiveszem. Mert az Ati így szokta kivenni, így, ezt csinálja nekem, mert fél az ilyen magaraktól. Lehet, hogy jobban jársz. Ilyen darabkákban nagyon nyami. Jó, hogy ma most hajat. Lesz-e te bulizni? Szeretnél menni ma? Igen, vasárnap? Menjünk. Mi van? Menjünk bulizni. Hát mehetünk, de hova vasárnap? Hatéknál ez a buli. Ja jó, hatéknál, talán. Én fél nyolcig maradom. Mi van? De hol menjünk edzeni? Onnan megyünk. Ez most hogyan jön? Meg itt a vagy fél pohár, és már bulizik. És kész. This drink tastes like a buli. Csúszik egymáshoz képest a két stream, ezt hogy értitek? Az egyik előrébb, amit a... Hú, amúgy itt nagyon rossz a fény. Igen. Abban nagyon jó a fény. Nézzétek a Vivit, jól! Nagyon vasárnap minden kocsmai. Amúgy igen, kocsmázni, mert ő. Mi van? Attól még el fog menni veled edzeni. Akkor is nem. Elmész, hogy ilyen két órát alszik. Nem, nem, tudom, nem, nem. Csak úgy meglepődtem, hogy ilyen... Köszi, hogy megengedem. Olyan, tőlem jó volt, mert én megengedem, csak olyan random miatt. Rófi nehézségéből ütközött vasárnap során. Nem javar. Nem talál pulóvert. Pulóvert akar venni? Mennyi kell még fangra? De miért kell a pulóvert? Micsoda? De miért szeretném, mert fázik? Nem, ez most egy ilyen hosszú dolog. Igazából annyi, hogy ő edzeni akartam menni, és nem ide jönni velünk. És akkor addig passzottam meg ilyenek, hogy beírta a Tomi a csetre, hogy vesz neki egy pulóvert, hogyha jön. Mert Zsófi azt mondta, hogy egy pulóvert, miért nem veszek neki egy kezdiklány pulóvert? Most kapott pénzt, és most nézi a pulóvereket. Na, meghallok. Én is eljöttem. Én is szeretem. Én nem kaptam pulóvert azért, hogy jöttem, és én hoztam is őket. Jó, de neked annyi elég volt, hogy itt palacsintázni, hogy nem sem volt, hogy... Ja, amit ki kell fizetni. Még nem, a Mariannával, de te nem találj. Inkább megvízta a másik pulóvert. Azt írja a Barbi, hogy házi buli náluk. Tényleg? Barbika. Mi van? Amúgy ezt írja, hogy HB nálunk, hát ez nem tudom még mi más lehet. Bence holnap dolgozik, hanem azt mondom, hogy nem menne. Jó, akkor szia Bence. Két pólós néni kell figyel minket. Nem. Úristen, tényleg. Mondta, hogy akkor nem pulóvert, hiszem, hogy valami más. Mi volt? Hát szerintem azt nézi, hogy látszik, hogy lehet zavarja. Így most. Szerintem zavarta, hogy benne volt, csak most talán ez így jó. Ki az a nagy óra kisfiú, látod? Most sem jól vagyok ordinálni. Igen. Tényleg iPad lesz belőle? Akkor most nagyon sötét a stream. Hogy kell? Jaj! Mi történik? Mindig azt hiszem, hogy jönnek ide az ember. Igen. Olyan, mintha meg akarnak fogni ezt a vizet. Elviszik a streamet. Jaj, mi ez? Mit csinálsz? Nem tudom. Jó, most jó.
Jó. Ti most házi buddhistok a bajnok. Igen, persze. A módlan. Igen. De tényleg áthívott a Barbie? Mert szerintem csak viccel. Vagy? Szerintem nem viccel. Viccel? De most várjuk meg. Wow, no touching! No touching! No touch! No touching. Miért azóta? A Barbie? Szia Réka! De holnap amúgy mennünk kell ott levelet csináltatni. De Marian is jön? Igen, neki kell személy. És most már az útleve nem sincs meg. Ott hagyta a borsodban. Jelenleg semmi nincs. Amúgy ez tényleg igaz, hogyha megállít a rendőr, és igazoltad, és nem tudod magad igazolni, akkor bevihetnek 24 órára? Szerintem igen. Szerintem igen. Igen. Muszáj. Akkor ott lesz, hogy jó az is. Van személy, van minden. Úgy is valaki ide küldeni egy rendőrt igazoltatni. Ja, de nekem nincs adat. Hát én sem voltam, csak közben nem tudom, sok amikor lejár a személyem, akkor nagyon nehezen veszem rá magam, hogy elmenjek sátok. Mennyi ideje járt az olyan? 3 éve. Nagyon nehezen. De nem kellett semmihez. Hova mész? Olyan sokat kell sorba. Nem igaz. Amúgy nem is, 5 perc. Nem, mert útlevelem van. De, és akkor másik kérdés, útlevelet lehet ilyenkor adni nekik? Mert sokan nekem azt mondták, hogy csak személy jó az igazolás. Személy meg jogsim. A jogsim is lejárt. Akkor én nem tudom. Nekem nincs útlevelem, én nem tudom. Szerintem amúgy jó az útlevél is. Van rendőrismerősöm, kivigyem. Na látod, vele is azért van, hogy köcsögösködnek. Látod, velem se kedvesek. Nagyon köcsögök, az én nézőim is. Lehet, hogy most felcserélődtük a néző. Lehet. Fél éve le van járva a személyem, de semmi nem visz rá, hogy elmenjük újat csinálni. Pacsi. Fényképes igazolvány, azt így jelzik. Akkor jó az útlevél is. Hát akkor nincsen semmi baj. De, az... de nincs nálad. Izgultok. Nincs nem, de most mondták, hogy elég csak így a rendszerbe. Igen. De amúgy az, hogy akkor bevihet, ha nagyon akar. Micsoda? Ha nagyon akar, bevihet. Bejött, nagyon bevihet. Kész van Bencét, szerintem van ugyan kettő évig. De most hova? Reptélre. Itt de nem úgy. Nem úgy. Az, nem most vagy, ez az az útlevél. Jó. Egyszerűen ilyen 13 szokásos. Mit csinálsz? Benne van egy mosolyca. Meg itt is. Pont így ki lehetett. Nagyon sok ilyen. Meg itt kint van? Nem tudom. Kint volt, igen. Mi igazolunk. Köszi szépen, Heki. Nem hiszem, hogy számít. De hogy nem. A csetem igazol. A csetje is le van tartóztatva. Kinyomtatnak egy képet rólam, azt odaviszik. Innen is. Mi a vicces lenne előre, és most igazol. És azt mondanám, hogy mercem. És addig megjátszottam. Igen. Kertvárosban. Egy beépített rendőr lennék, és most letartóztatnám, hogy csinálnám. Arcon vágnának, hogy tudom, hogy gyenge vagy. Amúgy ennek nem kell világítania? De milyen erős vagyok. 27, 3 óra, 30. Világít. Mert ez villog, szerintem az azt jelenti, hogy töltődik. Szia Lucus, hogy vagy? Részeg vagy? De Luca miért részeg lenni? Nem megteheti. Ja. Nem érte, ez semmi gondolom, hogy kérdezem. Hát mi vagy? Bocsánat. Hát úgy nem tudom, már blokk, hogy még van valami terv? Nem, mint a másik kipárjuk. Ja, aha. Hát igazából nagyon versenyfűt az időben, mert van 10 perc. Igen, most írtam, hogy amúgy az annyira stresszes, hogy így bemondják folyton. De most végül a Van Gravon van? Na, menj már, Blackie. Raidert kaptam, hellóka, sziasztok, atyavilág. Elég jó. Köszönöm szépen, Patrik. Bocsi, csak arra fújtam. Nem hiszem, hogy... Viccel, írjunk rá. Köszönöm, hogy ezt.
Nekem amúgy lenne kedvem látni a bolygóesztőket. De most még valahova nem megyünk, hogy streamelünk? Vagy már nem streamelünk? Hát én már csak kirándulni. Hát én már szerintem max csak, ha el akartok volna lenni, oda elviszlek titeket, ami ilyen jobb szélni. Tudjátok, mit kéne egyszer éjszakai ilyen bújócska, amit egyszer csináltunk részben. Megint menjen ki a bokám. A Peónak kiment a bokája, egyszer ilyen észfét bújócskáztunk, de az rohadt jó volt. Amúgy szerintem nagyon-nagyon vicces lenne. De akkor ez az lenne a baj, hogy csak a te szemszögedet látnám. Minden körben másnak odaadom a streamet. Csak akkor így ilyen lihegés lenne, meg sötétség, és így... De akkor konkrétan lehet látni valami a streamben. Nem tudom, amúgy majd ma kiderül, hogy milyen sötét. Sose streameltem még sötétben. Ha megküldtem, van izé, filmra rendeltem, hogy ilyen lámpát, ilyen ekkorát, amit rá lehet csiptetni. Olyan amúgy nekünk is van szerintem. És ellen már működik, szóval az bekapcsolódás nem kell látni semmire. De ennek elvileg nagyon jó az ilyen... Nem tudom, hogy hívják ki. Ilyen... Aha, nem ilyen éjjel látó, hanem hogy este nagyon jó videókat. Van rajta az appa, hogyha fel akarod kapcsolni, amúgy van világítás, tehát ilyen ugye... Ja, tudod, a sima vakot, hogy fel lehet kapcsolni? Igen, fel lehet benne, csak nyilván ez jó van. Most aha. Azt mondja, igen. Na majd kipróbáljuk. Négy szállt a Barbie, pedig elhúgta. Aj, Barbie. Na, amúgy most, hogy találkozunk, mikor őszintén gondoltam. Tényleg ízik a tubi. Én nagyon szeretem a tubit. Nem akartok tubizni? Nem szeretitek? Én egyetlen egyszer ittam. És így csak... nem is ittam még, hogy ittam, nem ittam. Nem, engem meghívtak a Budapest partján. Részeli ilyen citrusos alkohol, nagyon magas alkoholtartalma, és akkor lehet bele a koktélkedni. Az is fel a táskában? Az is. Csak váltok lenne. Csak lapos üvegben. Lapos üveg. Ja, igen, lapos üveg, persze. Nem tudom, nekem az volt a problémám, hogy így ezer íze volt egyszerre. De, abból, de akkor abból csak egyfajta van? Tehát, hogy az maga az a márka, ugye? Igen. Jó, akkor nem, nem lehet, hogy rosszat ittam. Egy felest ittam a Budapest Parkban, és ilyen egyszerre volt nekem mentolos íze, meg igen, ilyen gyógynövényes, meg keserű savanyú, minden én volt. Én azt szeretem, hogy nincsen ilyen busztustalan lecsengés, hanem ez a citrusos íz marad a szádba, és én nagyon aljas fiam, mert nem érzed meg elsőre, de a harmadik után így bármi így átváltozol. Nagyon para. Na, hát akkor ígyunk egyet, nincs itt a palacsinta fesztiválunk. Musogató szivacsa, feltörölt jéger és ki van csavarra. Igen, és akkor azért citrusos. Kis musogató szerint. Amúgy én nagyon olyan vagyok, hogyha valamit nem szeretem, akkor újra és újra megkóstolom. Szóval, hát hogy hát, ha én megváltoztam, vagy nem tudom. Nyitott. Hát azóta más, ez is legyen bimbo. Nyitott vagyok. Egy évente változik elvileg, nem? Hogy mit szeretünk. Amúgy igen, megújulnak a sejtjeim. Igen. Ezért szokták mondani a kapcsolatokban, hogy a 7 év az ilyen vízválasztó. De nekünk nem volt. Most leszünk 9 éve együtt, és... Nekünk nem újulnak majd meg a sejtjeim. Akkor már nem újul. De várjál, most lesz 9, mikor? Sziata! A limoncello az... az más. A limoncello az nagyon jó. Mert az éles. Tudom, persze, hogy így össze van állva. Július már? Le van ülve. Júli 23. Ez az életem. Tudom, csak úgy nem... Mi elvisztál valahova? A tizedikem? Igen. A zöld partonba megyünk bulizni. Három, nem. Befisztó, te nagyon a múltban lesz. Elvárjunk Los Angeles. Hárman? És Bence? Ugye sosem voltam, mert akkor zárták be, amikor mehettem volna, amikor 14 lettem, és anyáig beleegyeztek, hogy kapok ilyen zöld kártyát, és akkor betűzett sajt, hogy megvettem magát a zöld pardonban. Ezt visszafele? Hát én azt hallottam, ez nem tudom mennyire legyis, de hogy a WC-ben egy 13 évesen elvette az erejét, és megvett, és utána zárták be, de nem tudom, hogy én ezt csak hallottam, úgyhogy nem tudom, hogy semmilyen lehet jobban, tudják. Nem tudom kimenni a városból, nem mennék kibőröm. Ezen gondolkoztam, mert hogyha nem tudom, ilyen 5 órás átszállás idő van, akkor nem tudsz már kimenni. Tisztásra meg a színén szokott lenni a rendelés, mire bejutsz, addigra soha nem érdemes kimenni szerintem, meg ott vagy a cuccokkal minden, meg akkor újból át kell menned be az ellenőrzésen, amikor visszajössz, szóval milyenképp szívás. Bezárják. De van nála telefon, nem csinál ilyen 24 óráig a nem tudom hol. 24 óráig a fangrámban. Nem is rossz ötlet. Iszfertont lebibálni a teljesen. Átmentő a tesztem. Nem
szóval most ez után használják. Az emberek leszállják. Igen. Igen, nagyon kevesen van. De beszéltünk az egyik csajszival, ilyen boros helyen, ilyen fiatal lány volt, és kérdeztük, hogy amúgy sokan voltak, és azt mondta, hogy tegnap nagyon, de hogy vasárnap, vagy hogy nincsenek olyan sokan. Igen, ott ez más, semmi. Mert hogy amúgy majdnem minden hétvégén van itt ez, igen. Csak a palacsinta része nincs, hanem így kitelepülnek ilyen különböző bódék. Igen. Na, szóval visszatérve, amúgy nincsen ötletem, nem tudom hova elmehetünk. Elviszlek titeket a kopaszigát. Kopaszigátra. Nem, vigyelnek őket a hármat határa. És amúgy azt nem néztétek, bár te nem vagy sokáig, de hogy van a Szabadság téren is valami buli. Ma? 8-ig. A Karzon Kóma trió volt ma. Nem, te szereted a... én nem és szeretem. És ez mit jelent a trió, hogy ilyen akusztik? Akusztik volt, az tármások, villamosok volt. Hogy a dobosok nincsen, csak a gitárosok? Vagy csak volt? A dobos, éjjéneket meg gitárosok, vagy szerintem. Ja, aha. Még sokan voltak. Igen, és az utolsó koncert, az fél hétkor kezdődött a Szabó Balázs bandája. És tegnap berúgtatok, hogy becsicsentettetek? Vagy csak kóstolgattatok? Kóstoltunk sok mindent, de csak becsicsentünk, nem volt azért. Voltak ilyen érdekes kézműves sorok? Hú, egyet ittam egy nagyon durvát, az ilyen szor él volt, aminek ilyen citrusos volt a kukit, ilyen nagyon keserű volt, ilyen savanyú, vagy nem tudom, hogy mondjam, ilyen nagyon... Minden este elfejtem is. Mint nekem a Tubi. De nem, annál sok rossz volt, hogy elkezdett fájnyit el a hasam. Tegnap azt látom, hogy 10 óra van hát. Érdekes sorok voltak, most próbáltam. És kérdez meg a chattől. És gondolom, ezek ilyen erősebbek. Chat, meg benne van Valorantod, az a virágos szkíli. Vannak ugyanúgy átlagosak. Valorantosak. Volt, ma láttunk, ez nekem 67,5%-os sort. Most beszél. Chatben van a virágos kín Valorant. Szerintem 8%-os volt. Ja, akkor le kell ma töltenem a játékot. Még mennyi van hátra? És mennyi idén van ment? Nem kell utatni, elég volt. Köszönöm. Jó, vissza. Mennyi idén van ment? De most már lehet középre, csak azért toltam oda, mert a ti, hogy ott volt egy nő, aki nagyon bámult, és azért izértem el, mert gondolom zavarta. Menni. De ajátok nem is valorantoztam a másfél éve, de csak emlék a skinnyát fogok. Fortnite-oztunk vele. Most voltak de a hamatok. De tényleg nem tetszik, nagyon jó volt. De te mióta Fortnite viszont? Egy napja. Tegnap. Tegnap egy ilyen fiatal srác változott, és hallod, annyira szürreális volt, de nagyon vicces stream volt. De nagyon az volt. Egyszerre néztem kettőtök streamét, és így nagyon vicces volt. De te miért nem akarsz Fortnite-ozni? Mert neked nem megy a gépben. Hát, nekem is ilyen lógrafikák. De már valami bugos, nem indult el, vagy másfél évig, igen, most nem tudom. Majd kipróbálom, nekem nem kellene Fortnite-ozni. Mert amúgy tetszik az új season. Az avatáros cicomekben vannak, hogy már nincsenek. Milyen avatáros, ez az anime, Last Airbender, ezt nem vágod? Nem, tudom, ilyen Star Wars-os dolgok. Aminek ilyen, egy kopasz kisfiú, és a fején van ennyi. Sziasztok, nincsenek, azt írják. De most jön a Billie Eilish. A Billie Eilish skin az nagyon jól néz ki. De az, hogy lehet, azt meg kell venni? Aha, igen. Idei skin van benne, ja. De mennyi egy skin amúgy? Már két jelen játszik, mert nem tudom. 3 és 6 ezer forint között szoktak lenni, nem? Nem, szerintem olcsóbb amúgy. Nem hát tudom. Attól függ, hogy ugye mennyire... Tudom, hogy mert benn van, azt írják a Billie Eilish, és azt írja a Ford Judici. Az nagyon jól néz ki ez a 18 nap, 18 óráig van így bent a világos. Azt mi van? De tegnap azt láttam, hogy 10 óra van hátra. Akkor valaki hazudik. Ki? 1800 V-buck. És mennyibe kerül 1800 V-buck? Szerintem 3000 forint 1000 V-buck. Nem. Mert annyi 1000 V-buck a betopesz. Ja, akkor lehet. Tele van muslincával a... Amúgy lehet, hogy én is csak sötét a hangjám, most ezen gondolkodok. Mert így jön belőle. 2700-ot írják. Ja, 2700 a 1000. Ja, az 1000. 2008. Szóval 2800 forint, 1000 V-buck. Akkor viszonylag, akkor annyi, mint a LOL-ban ez ki. És te LOL-ban játszol? Dehogy. A Vivi nem nagyon szokott. Tudod, miket szeretnék? A
szimulátor játékokat. Azokat szeretem amúgy, az a bajom. Gym szimulátor, de ilyen igazán szóta. Igen, szóval. Én azt a mi videón láttam, és utána köszön játék. És mi lett a, nem tetszett végül az internet kafé? Mert csak egy az annyiban maradt. Azt írják, hogy még 10 napig bent van. Akkor nem fűzőre, hanem 10 napig. Köszönjük. Akkor megveszem majd. Úgyhogy nem is láthatom másfél évre, és látom is fogok. Jó. De akkor játszunk, mert én most játszok újra. Igen, én is akarok. Mert te abba hagytad? Igen, volt, hogy nem hagytam. Az ugye Millenai, a te játszok jól lápusz is. És milyen rangod van olyan? Ah, hát egy dominót indítottál el, kész. Megkérdezte a stream elején az, aki egy srácnak az instáját, csak így random. És a srác azóta folyamatosan ilyen szexuális poénikat tanul. De én csak azért kezdtem, mert az egyik barátom mondta, hogy derítsem ki mi az instája. Ja, jó, akkor játszottunk. Milyen milfes anyás sorozat? Ez milyen játék? Milfes anyás sorozat a kedvencem, Vivinél. Ja, azt szoktuk nézni, a Milf Minor az a címe, és arról szól, hogy van 12 anyuka, aki 12 hát a saját fiúkkal, gyerekükkel mennek el a műsorba, és akkor így fűzik egymás anyját, vagy egymás gyerekét. Jéééé! Nagyon vicces. Ezt én sem hallottam, ez nem. Azt szoktuk nézni, ez egy TLC-s műsor, amúgy durva jó, és van még vicces. És YouTube-on fel van? Kiset játszolom? Van itt. Hát most ebben a Crowell, de utána lehet, ha visszatérek. Na, most nem van kedvem. Ez amúgy jól hangzik. Nagyon gyanús bárki sétálnak, ők például, ha szeretném neked felmutatni, hogy egy náci besúgó. Azt akartam, hogy egy náci besúgó. Egy náci besúgó a náci. MC. Kriai Pista szétál. Te is egy náci besúgó vagy. De jó. Köszi, hogy majd neked kivettem a Nintendo Switch-et és a Pokémon-nál játszom. Ez jó játék. Jó napszemcsidati, köszi David. Na, és most ne kérdezd meg az Instáját. Nem, 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 senkinek sem. Nem. Mi ennek a sorozatnak az igazán? Ilyen fogadjuk is magam. Már bezárták, hanem elmúlt 7 óra. De nem lehet, hogy tovább van nyitva. Na, akkor izgalmas stream lesz, mentsük meg Zsófit, expedíció. Szabadítsuk. Horkolok? Most nem amúgy, de amúgy néha szoktam. Hány hónapja nem horkoltál? Sok. Nem, nem. Ja, mert csináltál húsvéti ízét. Nem, nem. De egy csimét csináltál. Ja, tényleg. Szóval apák miatt a saját. Szerintem minden új. De amúgy biztos, hogy 7-kor zárnak? Igen, szerintem is 7-kor zárnak. Mert vasárnap? Ja, én nem. Ez mi? Beszélnek, hogy 8-9-kor zárni. Igen. Ja, még csak 0-1 van. Ez kis lapszellőztetés. Ennyire ne hallgatok. Hát igen. Most rágyújtom egy cigire valami, mert nincs nálam. Micsoda? Fázol? Nem, azt mondta. Én nagyon süket vagyok. Mikor vízik a mosás évétel? Jó, holnap után. Jó. Nagyon kíváncsi leszek, milyen hallásod lesz. Micsodára mész? Fülmosásra. Fülmosás, mert nagyon nem hall, és fél évente szokott járni. Jó, most de ez, annyira... ez muszáj, hogy vissza. Bocsánat, annyira jó. Én ezzel nem tudom, 200-300 emberre lesz. De jó, mindenki tudja, kedden megyek. És ilyen szuper hallásod lesz utána, nagyon furcsa lesz. Nem kell már kiabálni neked. Ja, amúgy, hogyha kiabálva beszél a tél, azért van, mert nem hallja magát. Na jó. Jó, már vagytam. Attila, minden ilyen tűnik, mi süketít. Miért van rám szállva mindenki a csatán? Mi történik? Tömegesen várjuk a tűnik a fülmosáson. Jól van. És most mindenki mikor meglepődik, hogy bulicik is már jel. Hát de ezt tudjátok. Hogyha a sörhez... Nem, csak azt mondtam, hogy jó lenne egyet elszívni, de... Ja, hát már az nincs. Azt hittem, hogy most előveszel. Jó, Zsó, figyelj, azt is elmondod. Hagyjál már! Hagyjál már! Azt elkezd magyarázni nekem, hogy miért tége így?
De hogy megvette, de nem pulóvert vettem, hanem még nagy drágot. Ó, milyen jó pulóvert, ha van pénzt. Slay. Nagyon nagy mód. Most eszembe jutott, amikor volt egyszer egy ilyen... Rossz helyen ment ki, amúgy a plázában. A másik felén ment ki. Azt sem tudja, hol van. Hogy volt egyszerű valami fődős streamed volt, és vele beszéltél a telefonon, és így teljesen kiszúrnáltál, és ő meg már ilyen derázmuszra akkor beszéltél, és csak mondta, és neked semmi reakciód nem volt arra, hogy kimegy külföldre, mert már így kiszúrnáltál 10 perc, és akkor ilyen volt, hogy várját, most mi a faszról beszélsz, mi van külföldre mész? De mi, hová megy ki külföldre? Csak elászmuszatni akar majd, még csak 11-es, vagy jövőre fog érettségizni. És úgy tervezik, hogy egyetemen vagy nyertem, hogy elraszkosszálnak. De amúgy ti édes tesók vagytok? Nem, férjetek félre. Szia! 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 Nem, mondom, hogy azt ugyanezt tette, amit te. De az egy kenyér. Nem, ott van egy ilyen egészséges cucc, ahol ilyen zabon. Ilyen gyümölcsök meg magva. De amikor mi vettük, mi nem volt ilyen kenyér. Ez az? Igen, ez ugyanaz. De ez mi? Hát, hogy ez. De ha jó sokat fizetettél, mert Zati tele annyit meg kettőzőre. Amúgy nagyon finom, amúgy finom, ilyen zab. Ilyen szilvás illata van. Ilyen oszalványok vannak benne, meg magvak, meg ilyesmi. Örök van. Nem a kifelettek. Ez egy ilyen lengyel nyári van, mint vettel. Ez honnan van? Haugdamből. Na ez az. De miért nem vettél kulcs? Na! Igen, ezt Tominak magyarázd meg! Bocsi, hatatán! De bementem Blizzardbe, és megkérdeztem a csajtól, és láttam is, hogy itt én a pulcsit, és mondta, hogy nincs. És amúgy a többi boltban is ugyanez volt, hogy a Hound, igen. Houndban voltak ilyen egyszínűek, de azok ugye annyira nem tetszettek, meg van is. Úgyhogy nem tudom, ilyen fura pulcsit se láttam még. Hol néz ki amúgy? Anyuka, anyuka mód, aha. De csak ilyen low base-be jó rám. De amúgy nagyon jó, ilyen kis lengyel. Igen. Na, lehet, hogy ilyen szemben. Ja, hogy igen. Hát, hogy én tészt. Azért nem. Most kérsz, igen. Nem köszi. Köszönjük szépen, köszönöm! Köszönöm! Mi azt jelenti, nem pulóver, de... Most behelj majd a pulóverre. Ja. Majd mamának megcsinálja pulóverre. Téglát, ez meg! Téglát, hogy tényleg basszus! Amúgy finom! De csak ső szamúgy! Aha, mindjárt. De akkor nem olyan kemény, mint aminek? De kemény? De a tiéd nem volt kemény? Hát az elején nem, lehet, hogy... Letottált egész nap. És amúgy téged is így rávettek a vásárlásra, mert tulajdonképpen minket így nyomták a kosót, és utána, ahogy mondtuk, hogy finom, így mondta, hogy na, akkor vágok egy szelfit, jó? Nekem is a hát jó. De hogy meg se várták, hogy azt mondjuk, hogy jó, hát akkor kérünk szépen, hanem akkor vágok egy szelfit. Kérünk szépen! Akkor kérték. Jó vastagat, Abba, gyerek. Igen. De amúgy, mit tesz már egy darabot? Mi volt a neve? Attila Rombolója? Nem. Amúgy tényleg mi volt a neve? Mert azért vettünk, mert nagyon vicces neve volt Attila, és a péniszre volt egy szinoníma. Romboló, nem? Nem romboló. Majd egy kövő lefotóztam. Cseten nem tudják. Dorong! Attila Dorong. Jó, itt várjad hozzá? Így most már ízlik. Na, nagyon jó. Romboló. Sokkal rosszabban néz ki, mint amilyen az íze. Igen, egész jó. Mondjuk otthon így nem eszegetném egy ilyet a helyet. De ha belenne Milkával mondva. Mindig ez a Milka. Mert a Milka legyen. Amúgy igen. És akkor csokival bevonva. Igen, csokit. Igen. Himpi limpi, nem. Palacsintába betekerve. Úristen, alfan ez! Mit ilyen vastag és kemény Attila dorongja? Majd nézzem meg, miket írnak. Nyolás!
tényleg milyen volt a fel? Szia, Gríz! Nagyon durva. Sien barna? Nagyon erősen betyomta a számba körülbelül. Csak? Sien barna? Mert Ati olvasom most a kommenteket. Új! Sien barna! Nem? Hát de nem, de mindig most nem, amikor szripostol. Nem találok is valami újat? De aztán az egész nem azok, ilyen bolond van. Ilyen félelmetes bolond. Én nem szoktam. Mint ha több lenne most ebben. Lehet, hogy elszoktam. Itt a jó idő. És jönnek ki utcára. Jönnek az utcára. Mivel oda is csak ajászni járunk. Igen, ma is nálunk megy a live, másik oldalról meg. Ja, amúgy titeket nem szabad? Minden szögben. Hogy megy? És mi jöttünk ide? Hogy alapban? Fordítsad magad felé. Ja, csak az Ati olvasta a csetet, azért fordítottam az Ati fele. Hopp! Ez mi? Hopp! Ez a zene? Nem, ez a zene, ez a ting-tong. Onnan jön mögöled a kolbászos dolog. Leesett egy táska. Hú, amúgy ez portálnak a helye, basszus, ez ilyenkor. Húha, ez pont Dini, leesett, ez is pont fordul. Mi van benne? Ruhák, amúgy barulóhöz vittem. Semmi baj! Köszi, Gríz. Köszönöm szépen. Na, nagyon szépen vagyok. Na, mindenki dicsér, és volt a betegben. Titeket nem zavar? Mariana, hogy kb. Egy órája már őket veszi. De, de. És ti már mentek mi a progress, még átkeztek Sörfestre, vagy már nem? Hát így nem szerintem, mert egyébként ugye főleg azért akartunk menni, hogy ott vagytok, hogy végre itt italizzunk. A te klón most azt mondta, hogy akar inni szeret, mert mint hogy be akarsz baszni? Már nem? Be baszni, ne ajasodni! Most már elment a kedved? Kocsmázni nem akarok. Jó, de, de milyen? Amúgy a Budapest Park megnyílt, nem? Ott nincs fel? Amúgy ez jól áll a passzusnak. Jó, mondjuk a Judonak basszus fura jó szúrsa van mindig. Na, hát, csak ez fura volt. Gondolok, ez fura volt. Mutasd meg a spécet. Ja, ilyesett. De lehet, hogy csak rossz. Amúgy jól lesz. Azt látnom kéne. Ja, aha. De jó. És nincsen szemből? Nincs. És amúgy alá lehetett látni vajon? Nem tudom, de a tömeg felett volt ilyen emelvényen. Aha. Nekem tetszik. Ez meg ilyen ponyvaregényes. Amúgy jól néz ki. Ez a ponyvaregényes, úgy jól tudom. Nem volt alatt a gatya? Ja, volt alatt a gatya, Lidi, sajnos. Igen. Elébet. Nem, ez nagyon durva. Amúgy az Eurovízión is egy, most aki első lett, azt hiszem Csávó, ő egy nagy bundába van, és alul egy szoknyába, és akkor a szoknya alatt egy ilyen pucina drágba. Non-binary, azt hiszem, azért van, aki akar az ember. Non-binary, de szerintem a Vivi nem rá gondol, hanem a második lett a horvát, nem neki volt ilyen szettje? Aki nem, a szoknyába volt, az tényleg az első. Ja, non-binary? Nem, az első, valami névhó igen. Vagy ki, igen, ő. Amúgy nem azért vannak felborodva az emberek, hanem mert... Ezt nem láttam, csak... Igen, mert hogy a non-binary nyert, és hogy... Mindegy, a szakmai pontok alapján a horvát srác nyert, és vagy nem, bocsánat, nézői. A nézői pont alapján a horvát srác nyert, ilyen, és a szakmai miatt végül a non-binary nyert, és kiakadtak, mert hogy mondták, hogy még Szerbia is a max pontját Horvátországnak adta, és hogy ez tényleg azt jelenti, hogy ez ennyire jó volt, és gondolom azt gondolják, hogy úgymond ilyen politikai vagy más dolgok miatt, mert hogy non-binary, és sokszor tényleg úgy nyernek, hogy mondjuk, népet, igen, hogy tavaly mondjuk Ukrajna. Őszhajszáj! Ez ősz volt! De most kettő fog helyében ülni, Zsófi, nem szabad kitépni. Ezeket gyűjtöm. Ne dobd el a gyűjtőd! Ezeket gyűjtöm. Nem,
a klaú keresi magán folyton, de ő mindig kitépi, mindig mondja, hogy azonnal tépt ki. De utána nő vissza én picibe, és az még zavarom. Aha. Nem voltam úgy rossz, meg nagyon sok hangot tudott énekelni, elég durva volt. Aha, én még nem láttam, majd kíváncsi vagyok. Kurkáztál más, most már. Nagyon vicces, mert néztem ilyen streameket, hogy az Eurovíziót nézik, de ugye azt nem mutathatják, szóval így is azt hang és kép, igen, és akármikor a hídjékhez bekapcsoltam, csak ilyen fulkus volt, és így fejhallgató volt, csak nézték a laptopot. Igen, de az a nézőnek azért nem olyan nézőt. De amúgy gondolom úgy csinálják, hogy benyomják a tévéről, ja, a tévében már nálunk nem megy, nem tudom, a YouTube-on benyomják, és akkor közben így hallgatják. Aha, hogy így olyan, mint hogyha mással néznék, vagy nem tudom. Én a való világot próbáltam meg itt, de aztán írták, hogy lefognak, hogy a tanulcsi hagyja. Aha, pedig ez jó lenne. Én akartuk csak megnézni, hogy milyenek az emberek, kik lesznek, és milyen lesz az, az évad. Képzeld el, Klau, hogy számoltatok? Nem, mondhatom. Hogy függő, és amúgy tavaly ezt nem csinálta. Ez az, nagyon még nem a trash műsor függő, igen. Amúgy én is nagyon szeretem a trash műsorokat, de hogy Klau folyamatosan az élőt nézi, de hogy így folyamatosan, még ha játszik, akkor is így a telón ott van lent, és így nézi játék közben, meg ha itt teregen, tudod, hogy főz, és akkor közben az élő megy folyamatosan. De nem szabad lemaradni, mert az összefoglalóban nem raknak bele egy csomó mindent. Amúgy az összefoglaló az totálisan más, mint az élő egyébként. Teljesen más, hogy mutatják be az embereket. De nem esetlen, hogy magának nézünk. Teljesen értető. Én megértem. Ja, hát a tímágya. A tímágya a Fire Queen. Vannak iconic momentjai. De amúgy visszatérve igen, nagyon kedvesek vannak. Mikor, vannak érdekes dolgaik, meg így, amúgy így élőben nem hívják. Amikor társas volt. Igen. Akkor azt meg kell nézni, basszus. Igen, ja, igen, jó, most összefoglaló. De amúgy azt mondom, hogy miért a kódon van amúgy az összefoglaló? Amúgy online megy, és akkor át szokott váltani az élő közvetítés, és akkor a tévébe úgy simán az RTL-en nem megy, és akkor a kódon meg 10-kor ismétlik az összefoglaló. Hú, ezt a joystickot nem tudom. Annyira furcsa, hogy fordítva kell, ha lefele nyomom, ugye felfele megy. De ezt már múltkor megtanultad. Igen, nem tudom, most már imádom. A Zion M2. Az is jó. Nagyon jó, a Zion a legjobb márka, az egyik legjobb márka a kamerák stabilizálásában. És amúgy ezt is néztem, csak már nem tudom, háromra szűkítettem le. De ez nagyon király. Jaj, tudom mi miatt. Én amiatt választottam ezt, hogy ez mágneses. Ja, igen. És hogy amiatt, mert hogy a többiben mind ilyen nagyon hasonló. Ja, amúgy bocsánat. Én meg akartam volna, hogy nem baj, hogy... Bocsi! Ja, igen. Én tényleg nálad ilyen, mert szokták kérni, hogy kompresszív mozdulatot. Igen, meg azon úgy raktam, amikor Erdélyben itt. Igen. De ez mitől volt? Nem tudom, benyomtam valamit, és itt valószínűleg különféle módot, vagy máshogy van. Skaddi B volt, szerintem. Ja. És akkor így elkezd forogni. Aha. Mennyi lesz az rohadt múltam, csak a 7 óra lett. Nagyon 8. Jó. Akkor neked meg azért nincs kedved bulizni, mert rájött, hogy 8-tal összefoglaló. Nem, reggel menni kell edzeni. Ja. Sárni kell. Sztrolt, de megijedtem. És amúgy ilyenkor vonattal, mert nem tudom, hogy hogy nem ott a számot soha. Hát most nem vonat, most megpróbálok majd. Nem tudom, te vonatod van. Igen. Na most már csinálom a jogsit, hogyha egy hamarosan én is megkosztom. Nekem is most lett 10 fél éves, annyira jó. Igen, nagyon jó, mindenhova visz minket az aki. Konkrétan. De úgy én is ezt akarom, hogy majd én mindig vigyem a barátaimat, mert ők meg olyan aranyosak, ugye eddig. Mindig ők jöttek mindenhová. Mi visszakarom kicsit adni nekik ezt az elmúlt, nem tudom, 80 évet vagy. Kicsit nehéz lesz, de... Jó, neked is ez lesz, jó? Ja, mert a Klau is jövőre fogom csinálni. Te ne érezd ezt, hogy... De ugye Mariannak is van jogsért 11 éve, csak lejárt már. Ja. Egy szervezetet is annyi volt. De hány éve lett meg? 12-ben. 12 éve, akkor 12 éve. 2012-es rá. 1990. Ajaj, lebukik. Kiderül, hogy a Mariann 53. És itt tudnád, nem? Mit reagáltál? És olyan lenne, mint az Árvában az öreg család. Jézusom! 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 Jézusom!
Amúgy ezt adtam. Amúgy ezt én is. Ja. Szóval Mariam, hogy lehet, hogy is majd így elmegyen újra. Jó, de amúgy nagyon félelmetes, mert ugye 10 év után jár le, és akkor most 2 éve lejárt, és elvileg megújítani nem tegy semmi, becsöpök kell menni ugye aláírni be a papírt. Nem kell, de hogy magam miatt semmire nem emlékszem a kresszre sem. De a vezetés tudsz emlékezni, elvileg az így benne van. Hát valamennyi, most, hogy így elképzelem, hogy hogy indulok el, az jelenik bennem van, de hogy azért a rutin, az, hogy most 10 évig nem vezettem, biztos félnék. De nem tudom, mit kéne csinálni. Sokan ezeket a MOL autók, MOL, hogy ezeket ajánlottál. Bubi, ez a bicikli akkor. Mert a családban nincs ilyen autó, amivel tudnék gyakorolni. Attinek meg egy ilyen tök nagy autója van, meg szerintem nem is adná oda, meg nem is akar. De ezt nem is akarnám, mert ez kurva. Hát ja, én is majd valami kis kezdőt akarok venni. Majd ha meg lesz ilyen nyár végén, szeptember körül. Smartot, és akkor csak egy ember tud félni. Ja, igen! A barátom meg is szállni. Lehet, hogy más nem is merne beülni mellém, szóval lehet, hogy nekik az De akkor most már elkezdted a kezd? Igen, azt elkezdtem, most megyek fiskázni majd valamikor, amikor akarok. De még nem akarok. Nagyon, de ugyanazok a kérdések vannak, mint ami abban a cuccban. Igen, tudom, csak ja, hát igen. De amúgy most, hogy Attival egy csomót beszéltünk, hogy ugye csinálta a jogsit, most annyira más, sokkal nehezebb, mint 12-ben. Ott ja, például szigorúbbak a szabályok. Konkrétan a forgalmi vizsgán csak egy ilyen párhuzamos parkás kellett csinálnom a patkához, ahol nem volt egy autó sem. Csak ide állok akkor. És így ennyi volt, meg egy 3-4 óráig kocsikáztunk ide-oda, és akkor egy hiba pont elmentem, meg a kressz is sokkal könnyebb volt, szóval most minden. Nekem most olyan kérdések vannak, hogy kell kereket cserélni, meg nálunk ilyenek sem voltak. Ez nekem sem volt, pedig nekem fél éve volt, az hogy lehet kereket cserélni. Én az eltitánon tanultam. Hogy lehet, nekem is volt ilyen. Hogy kell? Hogy ilyen pontokon meg kell emelni, meg hogy valami, nem tudom, mi a csavarkán. Ja, de volt ilyen. Meg hogy de ez tök könnyű az azért, a tesztben könnyű, meg ott már kb. Olyan valóság kérdéseket tesznek föl, amik most így nem jut eszembe, de hogy... De az a tesztben az csak kb. 2 vagy 3 olyan kérdés van, ami műszakrendben, szóval nagyon kevés. Nálunk egyetlen nem volt műszak, és pont akkor lett vége a rutin vizsgának 12-ig volt. Mert ugye volt rutinvizsga, ahol így mi volt pontosan rutinvizsga, hogy így a kocsit kellett kívülről. Escuchar las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche, los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta. Ja, rég nem olvastam csetet, úgyhogy olvasok. Nem baj, én is kell. Bocsánat, belemerültünk itt a beszélgetésbe. Már két amikor beszéltünk a Eurovíziós, hogy Liner Reef, ja, igen. Jó, most ilyenkor nincs semmi. Amikor Méri tanult, nem kereket kellett cserélni, hanem a lovat, ami húztak. Na, taká! Jó, ignóra. Bocsánat, itt vagyok, csak belemélyedtünk. Hát, az mutasd meg Vivi-nek a Bence kezét. Tényleg a Vivi-nek... De nekem is de beküldtek közösben, nem? A Vivi-nek van egy macskája, a Joy, aki nagyon durván szétszokta karmolni. Igen. Most én macskáim is szépen majd. Na de ha ezt meglátod, hallod, az egyik barát, hogy a Bencét, az Ati macskája szép karmolta, és olyan, mintha itt felvágta volna az eredet, azt mondja. Így megfogta a melső mancsaiba, és hátsó klit szétkapta. Olyan cikkeli. De! És nagyon durván néz ki, hallod, szegény, és nem fáj neki. Csoda, ti a Bencére volt kiakad. Azt mondom, és mit reagált a Tofi? De mesélte, hogy volt. Ja, azért, mert itt eloztunk, és akkor ilyen szomorú volt. Mondom, mi a baj? Semmi. Mondom, azt mondja, hogy nézzed meg a képet, amit küldtem. Mondom, vezetek, nem tudom. A Tofi szétkarmol. De nem először nem. De nem, mert csak egy mondat, a Tofi. Mondom, mi történt a Tofival? Nagyon rossz dolog. Mondom, mi? Elpusztult, mire? Mi történt? Úristen, mondja, nem, de megérdemelné, mert úgy szétkarmolt. És az aki ezen nagyon kiakadt. És ezen nagyon kiakadt. Mondom, hogy mondhatsz ilyet? És mondta, de szétkarmolt. Mondom, meg is érdemel. Amúgy úgy volt, hogy elkapta a mind a 4 lábával, és a hátsó lábaival elkezdte így kapadni. És nem tudta kihúzni. Csak így, hogy így, mert oda bújt hozzá a Tofi. Jaj, de szívül
oda bújt hozzá, és kicsit megsóvette így a fejét, és támadás. De nincs is kép. Megmutattam Georgia elmény is. De milyen neve? Joy. Georgia. Hát itt, ja, ez a DJ-nek, bocsánat, jó, de, de, de furcsa cica ez. Aranyos! Kedves macska. Úristen, 202-en vagyunk? A Barbie azért kellett cserélni. Hogy az ittek? A lovat megverte, Barbie azért kellett cserélni. Nekem is oda volt kicsit, hogy fejlős. Jó. Le vagyunk ejtve. Bocsánat, itt vagyok. Műszaki kérdések is olyan, hogy például a sebváltó kuplunk rendszere, hogy működik. Ja, de nekem annó nem volt. Mit csinál? Ez evés után a kiszabadás. Amúgy milyen nagy. Nagyon nagy, már igen. Egy úr. Annyiszor mossa magát, hogy nem létezik. Tehát olyan jó ideig van. Hát még nincs egy éves. Nincs egy éves? Azt mondja, hogy jó nagy. Szia, Danika! Jó sokat zapál. Ja, és hallod, a Vivi csinált egy olyan videót, hogy egy ilyen candy shop kis üzletet, házat csinált, mert Joy már rég ott van és nem fizet. Candy shop. Nem fizet. Candy shop, tudod, egy ilyen kis ilyen feliratot csinált. Amúgy tök imádja, tök sokszor alszik benne, és mindre hihetettem. Ez amúgy nagyon jó. A Karinék kutyájának, a Karin olyat rendelt, hogy egy... Csináltatok. Azt csinált. Ez kurva jó, ezt te csináltad. Nagyon jól lett. Hányóra így csináltad a múlt? Én kaptam a szót, csinált. Hányóra így csináltad? Két délután volt. Ez is van, de nagyon jól leszem magam. Gyorsan lennek. Ezt streambe csináltad, vagy csak így a múlt? Ezt streambe is csináltam, meg amúgy is így magamnak otthon így elvoltam. Szóval a Karin csináltad a kutyájának. Egy padlófűtéses kutyaházat, igen. És egyszer sem feszik bele a Lújza. Igen. De azt mondta a Karin, hogy de ott hagyom, mert olyan jó, van. Jó, jól néz. Szép dísz a Karin. Ilyen égők rá van írva a betűkkel. Több százezres kutyaház padlófűtése. Szebb, ami nekem a szobám. Ja, mert kulcsi nem volt kisából. Keresztem az adatokat, de nem volt. És hányan is csak két fajta. Amúgy, képzeld, most neked nagyon jó alapanyagot adok majd a streambe, mert tudod, kivel lesz videó? Na. Talált ki. Ú, tényleg megnézheti a Vivi, és cringe-elhet rajta. A leges legközben. Az Erdély Mónikával. Ne, mi a fasz, miért csinálsz vele videót? Mert tegnap telefonáltunk, hogy csinálok olyan videót. Nem, mert az mennyire random. Mert olyan random, az Erdély Mónikával. Olyan váratlan páros. Ő hívott fel téged, hogy ennél közös. Nem, én. Nem az a tíz. Mennyit kért érte? Azt mondtál, hogy megcsináljam a tímet. Menj már. Egy ilyen kocsis videó. Kocsis videó. Egy kocsi. Igen. Igen, amúgy nagyon vicces van, hogy rossz, igen, kajás videónk. Ez mondta, hogy fudatlan, oda kell figyelni, mit teszek, mert most együttműködésben vagyok, igen. És most figyel, mit teszik. Menj már, de komoly. És mindeneket ilyen termékkosztalom. Az jó lesz. Alig már. Alig már, nem? De az Editeket szoktátok már látni. Attila, nagyon cuki vagy, köszi szépen. Tökre örülök, hogy tetszik nektek. Azt hittem, hogy nem tetszik, mert hogy nem tudok rátok így odafigyelni. Ne haragudjatok be, amit lehet hallani mindent rendben sem. Hogy? Te Molly nem kivoltam, hogy Molly nem akar szerepelni külön, vajon? Na, eszek tudja. Nem, nincs semmi bajom a Molly-val, de én csak... A Molly az iconic queen. Mi? Mi lehet, hogy viszi Molly? Nem, mondtam azt, hogy legyen a Molly. Ezt mondtad, mi van? Hát megmondtam, hogy csak ketten szeretném, és mondta, hogy persze tett el. Lehet azt hiszi, hogy akkor Randy. Lehet. Egy jön. Azért volt benne, hogy az. Mit tudod, grillázsos? Ez kurva jó az a videó. Szívánom, de ebből már három vagy négy időt is van ebből a beszólásból. De milyen kajás videó lesz, hogy ezt meg nem tudod? Nem tudom pontosan. Vitte le TikTok. Jó lesz. Nem, mert a Barbie megvan. De jó lesz. Imádom. Jó lesz. Majd úgy nézem, hogy a Vivi streamét nézem, és akkor nincs alak. Nem, abban nem jön nézettség. Ja. Ne, jó lesz.
Köszi Balú, a 100 bitet, nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. Amúgy nagyon cipik voltak, azt írták, hogy... hogy sziasztok, olyan jó ez az IRS, kicsit olyan, mintha ott lennék veletek. Miért az ilyeneket nagyon szeretem én is nektek, hogy azok az emberek, akik mondjuk nem tudnak kimozdulni otthonról valami miatt, vagy nem akarnak, vagy ilyenek, így is tudnak kicsit szocializálódni. Igen, de én amúgy azt hittem, hogy így nem annyira élvezik, mert hogy ignorálom őket. Nem figyelsz már. Biztos, hogy élvezik. Attól sokan vannak. Te vagy a legnagyobb jújú. Nem tudom, mennyire hallani amúgy. Igen, volt egy sír. Igen, azt nézem, hogy köszi Balú az újabb, de ez még a régi száz. Mert most kaptam értesítést róla. Nézem, hogy hol van. Nem barna vagy. Tudom, kézbe vettem barnitos testápolót. Mi van? Igen, láttam TikTokon, és az Atit is meginfluáltam. Nekünk nem szabadom, hogy együtt van. Köszi Balú, Mágosti. Téged is bekelnek, és nem fogunk leégni. Jó. De miért a napbarnító izéje miatt nem? De még ők nem? Hát bebarnolunk ugyanúgy, mint a Szoliba, meg ilyesmi. Ja, most na jól van, srácok, lehet, hogy viszont elítünk, ha nem gondolom. Mi is megyünk. Nagyon jó volt, hogy talítunk. Igen, én is tökörületem végre összehoztunk, köszi szépen. Nem megyünk bulizni valamikor. Amúgy, bocsi, most nem hoztam a cuccot, mert ja, én lehetem, hogy nem tudod most így vinni. Ja. Mit? Mit is? Milyen cuccról van szó? Hát igen, na igen. Nem tudom, titok el, úgyhogy itt a hát nagyon közelebb aztán, na mit csinálunk, hogy is valamikor. Jó, amúgy elég sűrű jártásra, azt néztem. Igen, most hétvégente azért fogok jönni, mert csak olyan rendezvény valamiket, hogy akarok szívválni. Lehet bekerült az X-faktorba, vagy olyan. Az X-faktorba, azt tudod? Igen, jó. Ilyen megyek. Én is olyan örültem. Jó. Igen. Érdekel, nem tudom, hogy itt ültetek. Ti még itt maradtok. Jaj, bocsi. Na, puszi. Jó videót, majd nézzük. De jó, köszi. Majd gondolok rátok közben. Na, szia. Nagyon szép a kulcsik. Szia, örülök. Meg van mindenetek? Én felhívom Gyorcsa Bencét, hogy most ő hol van. Jó. Amúgy mi még maradunk? Elköszönjük, és akkor megyünk haza. Puszi! Sziasztok! Nem tudom, megkérdezem, hogy most vele viszünk, mert ő még nincs is otthon. Jó, most elvitte a tiltset olvasó. Tiszta vízzalokkal. Hát ez nagyon jó volt. Nagyon bírom a Vivit. Nagyon cuki. Jó volt, remélem, hogy nektek is tetszett ez a kis beszélgetés. Remélem, hogy lehetett hallani azért a beszélgetésünket. Puszi-puszi, hadd terjedjenek a vírusok. És hát igazából most nem tudom, akkor te még szeretnél, amúgy mehetünk még 7:30, mehetünk még valahova, csak nem tudom hova. Ja, hát igen, nagyban függ Attitól, mert lehet, hogy mennie kell. Csá, igen. Menned kell? Hát olyan, szóval 8-ra, szóval elég, ha 1 óra múlva indulok. Hát te akarsz valahova menni? Hello, jó a videó, szoktalak nézni. Szia, köszönöm szépen, nagyon kedves vagy, köszi szépen. Köszi. Szia. Minden szoki volt, mert találkoztam amúgy. Tényleg? Szóval. Minden, szoki. Valahol, most nem akarok később mondani, de szerintem ellenőr volt a metrónál. Ne menj már el, nő. No. Hát nem tudom, most... Egyébként valahol akartok menni, oda még át tudok titeket vinni. De cuki vagy. De Klauval, nem tudom, Szabadság téren, azt meg kéne nézni, hogy szerintem csak... Azt, ja, megnéztem már, az csak 8-ig van, az nem jó. Az a baj, hogy progi már szerintem nem lesz. Ja, menjünk haza. Menjünk haza? Menjünk haza. Jaj, szegény, bevágta a fejét. Jaj, szegény. Amúgy aranyos volt a Vivi.
tökik voltak. Nagyon-nagyon jó fejek. Jó volt a Lizi. De nagyon sovák. Nagyon szépek. De nagyon sovák. Nagyon sovák. Csinos. Voltak csinos. Nem úgy nagyon sovány. Nagyon szép és gyönyörű. Majd főzök neki. Hány éves? Most rámész? Ki is kell az instája? Amúgy 28. De neki mi az instája? Én azt hittem, hogy olyan nagyon fiatal, 22. Nem, hát mondtam. Annyinak néz ki. És neki mi az instája? Biztos 28. Igen. Amúgy nagyon vicces, mert amúgy az volt, most lehet nem tudjátok, az a sztori mögött a dolog. Amúgy most így elmentek a Viviek, ezt ide rakom, mert itt sokkal, azt néztem, hogy a Vivi streamjében sokkal jobban nézek ki, mint az enyémben. Ú, amúgy itt se. Hát ez ilyen... az én problémám. Akkor itt. Szóval, hogy... mit akartam mondani? Ja, igen, hogy a Vivi és a közössége, ők nem igazán szeretik Mónit, ők cringe-elnek rajta, meg a közös, a Viviék, meg a Vivi közösségében vannak olyanok, akik mondtak a Móniról ilyen negatív dolgokat, hogy mit történt. A Móniról van szó, igen. És most ezt tudjátok, és ezért hozta szóba. Köszi, Balú, a további 100 jól nézel ki, nő, ne viccelj már! Cuki vagy, köszi. És az Ati meg ugye szereti a Mónit, és akkor ezért mondta Ati, hogy na Vivi, akkor csinálok nektek egy plusz tartalmat, szóval valószínűleg ez amúgy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz így, hogy most a Vivi már találkozott veled, és majd lehet nem mer olyan dolgokat mondani, amit amúgy mondana arra a tartalomra. De, biztos, hogy de hogy, ja, hogy ők majd cringe-elnek azon a videón. Hogy hány éve? Jó, de nem baj, hát én majd cringe-elek az ő streamjén. Meg egyébként a Vivi, egyébként a videóinkról is csinált régebben streameket, amiben negatív véleményeket is mondott, de én ezzel úgy vagyok, hogy mindenkinek megvan a véleménye, és attól még így tökre lehet barátkozni, megismerkedni és jóban lenni, attól függetlenül, hogy valakinek megvan egy negatív véleménye a másik egy-két tartalmáról, és hogy nem feltétlenül így tud azonosulni mindennel, amit csinál a másik ember, attól még személyiségre itt tök jól el vagyunk. Hát én nem mondom, hogy minden nap vele lógnék, tehát én nagyon bírom a Vivit egyébként. Starbucks a Móniért. A munka neked mi az instánt? Soha nem véget nem érős insta kéregetés. És a Hekinek? A ti is utál minket, de mégis itt vagyunk. Azt írta a Heki. Micsoda? Azt is nem igazán értem. Hát, hogy mondtam, hogy két ember, hogyha nem... De nem utálom a csetet, én szeretem a csetet. De csak vicc... Ah, nem érti. Tudom. Kivéve egy embert. Wow! Egy embert? Nem szeret a csetemről? Na most ez a Ricsi. Aszka. Milyen helyes ez a fiú oda néz. És milyen szép a kaluska. Galuska. Amúgy rám vártok arra, hogy kiköszönjek, nem menned kell? Ja, nekem ez most eszembe jutottam, hogy én csak a csetet olvasom. Na, nézzetek a telódról. Tudod, mire agyaltam, hogy mennyire jó lenne, hogy jövőre benne lennék az árulóba, és benne lenne tényleg a Móni is. Mekkora árulópáros lennénk, amúgy. Az amúgy jó lenne, igen. Imádnám. És én pont ilyen gonosz ördögök. Balú, köszönöm szépen. Nagyon szépek vagytok, mindhárman puszi. A 100 bitet. Mindenki írja le az instáját, és bekövetek mindenkit. Ati begyűjti az instákat, bekövet mindenkit, majd két... Ati már rég követ. Ja, tényleg, ha kitőt követem. Hogy kell a hangot? Jaj, mi? Marika nénit hívom. Ki az a Marika néni? Mi? Nem tudom. Az a régi ófőm, általánosból. Na jó. Ott van a cset. Ja? Akkor ezt kinyomom. Bocsi, Heki. Szóval, lerajzoltam a fejeteket a csacsogás közben, és rájöttem, hogy talán nyak meg test nem ártott volna, mert lebegnek a fejetek. Na mindegy, bocsi. Pamunk, azonnal küld be DC-re, please. Szóval Ati begyűjti az instákat, bekövet mindenkit, meg két nap múlva kikövetni. De amúgy nem szoktam kikövetni embert. Amúgy én sem, és halljátok, annyira random emberek vannak ilyen 15 évvel ezelőtti, vagy jó, 10 évvel ezelőtti buliban egyszer valakivel találkozom, és így... Nincs amúgy, nekem inkább azt hiszem 500 embert követek, és abban feléről nem tudom, hogy ki, és amikor így rájuk megyek, hogy na jó, most követem ki őket, akkor ilyen vagyok, hogy de nem merem, mert látom, hogy ő is követ engem, és akkor látni fogja, hogy már nem követem. De akkor be tudod állítani, hogy őt be tudod állítani azt is, hogy ő is ne kövessen téged.
mi van, kikövettetem magamat. Persze, lehet olyat. És akkor ez úgy nem kínos, mivel egyik költöknél hát sem. Kurva jó ötlet, de ez milyen manipulatív. És akkor én mondhatod neki, hogy te követtél ki engem. De amúgy most már nem szabad, hogy ennyi embert követek, mert régebben azért zavart, mert mindig végignéztem ébredés után a sztorikat, de most meg már szinte nem is instázom. Na, de Bence, és ebben annyira idegesítő, és megszállott, és minden egyes alkalommal végig kell az összes sztorit pörgetni, és az összes feedet, és elveszem a olyan DM, hogy nem pörgettem már végig, és mindig mindent látni kell. Én is már zavar, hogy a rózsaszínek. Igen, döntöd, hogy pörgeti a sztorikat? Így. Így. És egyszer... És ha valami izgalmas, akkor visszalépek. Discordot keresem, mert ő beküldte a Pamunkkal rajzot rólunk. Ez, hol is van a Discord? Ez a sajnodik oldal. Nem tudunk ki hívni. Ja, itt lesz. Valaki hívott amúgy. Ez egy ember, itt van. Még! Kövő, neked vaskos, erős kezed van. Mármint olyan szempontból lesz ilyen vasmarok, arra gondoltam. Bocsánat, kitiltottak a Mariancsát. Úristen, de rég nem nézed, mutatnám Attila. Minden szoba világít. De nem csak nála senki. Nem olvassa a Discord azért, szerverünket. Azért, mert ilyen poszttraumás szindrómám van a Discordtól, hogy amióta töröltem a saját Discord szerveremet, azóta... Gyomorgörcsöm, ha belépek Discordra, és amiért semmilyen Discordot én nem olvasok. Azt a kurva Pamunkka, azt mondja villámgyors rajz. De miért ilyen nagy az orrom a képen? Látom, Antinak nem tetszik valamilyen. Hát ez nagyon jó. Amúgy mi a Klavóval nagyon hasonlítunk szerintem magunkra. Tényleg csak az Ati nem hasonlít, de amúgy nagyon jól néz ki ez a amúgy jó, csak töröljeltek engem ki róla. Ez és kurva jó. Ez nagyon jó lett, Pamunkka, nagyon ügyes vagy. Ilyen amúgy mi mennyire hasonlít, főleg a Klavó nagyon hasonlít magára. Ügyes vagy, nagyon. Attila, nagyon kritikus vagy. Nem vagyok az, nem mondtam semmit, aranyos lett. Attit bannolni kell? Igen. De miért? Mert nagy az orrod, azt írja a Ricsi. Ja, köszi Ricsi. Atya, a világ nagyon szép. De én legalább tudok játszani a Party Animals-szel. Getrek. Na jó, meg srácok, nagyon mennünk kell, mert az Attinak mennie kell. Abban segítsetek, please, hogy írjatok, please, olyat, akit szoktam rédelni, mert hogy most a Vivi gondolom most már abba hagyta, nem? Mert már hazamennek. Igen, azt mondták, hogy... Az előbb még villamoson voltak, és akkor még streamen. Hát rédelme, azt csinál. Szerintem leállítja már, mert... Azt még mondtuk, megy. Még megy, akkor menjünk oda. Szia, Moncsi, pont most köszönök ki. Hogy vagy, Moncsi, elköltöztél? Az a baj, hogy a Vivi meg nem szokott rédelni, tehát hogyha ő leállítja, ő már nem megy tovább. A Mamtrix mit streamel, Bence? Azt elmondod, létszik. Cukik vagytok, Attila, bocsi, mikor épp látszottál oldalról, gyors kifotóztál, és az alapján ezt írja a munka. Ezzel csak örökké insecure láttam, hogy hogy nézhetek. De semmi gond. Tök jó. Milyen kérdés? Tökéletes időzítés. Igen, Moncsi. Moncsi, elköltöztél már? Kell segítség valamiben? Komolyan mondtam múltkor, hogy segítek. Ati, mondjad, igen, legjobb segítség. Attit költöztettem. Jaj. Igen, Mariánka nagyon jó segítség konkrétan. Erős is. Nekünk mindent ő pakolt, és nagyon ügyes volt minden. Konkrétan. Az összes cuccot én vittem fel. Nem, amúgy nagyon sok mindent takarított, szóval nagyon durva volt. Konkrétan ilyen egyszemélyes takarító hadsereg. Mikor, tudjátok mikor? Volt az a sorozat, nem tudom melyiken ment, és amikor volt egy nő, és így kiment ilyen emberekhez, tudjátok, akiknél nagyon nagy volt a kosz, és akkor volt az ilyen, volt az a nő, ilyen TLC-s műsor, volt egy ilyen nő, és akkor így elmentem elkezd, és kitakarított minden, a Marian olyan volt. Hogy a Marian, az Auri Katarina. Igen. Nem, a Viszkok Fuzsi. A Mamtrix olvas. Olvasó sarokban. Tud olvas? Harry Pottert olvasnak. Marian nem tetszik, olvasás, unom. Unom. Na hova, mi van még? Segítettek, létszik? Hogy nem védeljünk senkit. De, hát kaptak 400 pontot, ha nem védelnék, akkor 400? Azt hiszem 400, ez nagyon sok. De milyen pontot? Csatorna pontot. De kinél? Nálam. Szírmai? A Gergő mit? Hát akkor menjünk, hogy van? Lord Szírmai? Úgy van? De Stardew Valley-zett tegnap. Lord? Nagy Lord Szírmai. Lord Szírmai. Mindenképpen Gergőz menjünk, mert...
a Gergő nagy bolykrásom, egy, kettő, a Gergő egy csomószor rédel minket, három, a legnagyobb fannya vagyok, szóval valaki nagy L, nagy S. Igen. Jó, akkor menjünk oda. Sose láttam még. Mi van Alpon ez? És írjátok neki, hogy nem tudok most ott lenni, de hogy mi megy nála? Film here stream. De hogy jó streamet kívánok neki, és üdvözlöm ilyen hivatalosan, mert nem merem még puszilni, mert ki tudja, hogy... Miért? Biztos akkor azt írjátok, hogy smárol, nem. Írjátok azt, hogy Marian, Marian csókolgatná őt mindenhol. A művelet nem hajtható végre, kérlek próbáld újra. Próbáld. Ez az én mobilom. Én nem tudlak réd. Én tudok? Hát az én mobilomról akartam Marian indítani a rédet. Én leverültem. De erről is tudod, nem? Ja, erről is tudom. Mi történik? Jó, Modi nem tud rédelni? Nem. Na várjatok, szemtelen érettségi van. Nem mondjuk neki, hogy szívből utálom. Én egy 27 éves nő vagyok. Millenoid. Na, fogd vissza magad, Millen. Azt írta a kecskesz, hogy a két okos rédeld. De azt írta utána, hogy ne vegyétek komolyan. Ja, jó. Akkor jó, vicces vagy. Dofejed, ilyen volt a streamben. You man. Olyan, mint hogyha egy nagymama streamelne, hogy így el van fogva a telefon. Az is streamelne. Amúgy jó volt a hang, amikor itt voltak a Viviék csátok? Én kérdeztem, de nem láttam, hogy erre válaszoltak. Hogy hallottátok a dolgokat? Mert nem tudom elképzelni, hogy jó lehet a én sem, de szerintem nagyon jó hangja van ennek a telónak. Jó volt, azt írta a Jassi-el. Jaj, milyen tokám van. Jó volt, azt mondja Balú. Azt mondja, jaj, milyen tokám van. És ilyen poszbaj. És kihogy előre az állkapcsán. Na most jó. Mi újingol a Marian? Nem csinálom ezt. Jó volt, minden tökéletes volt, jó volt a hang. Hashtag tök. Hát ennyi. Samsung for the win. You are it. Samsung. Na sziasztok. Bye. Mi van? Megy a raid? Megy. Igen. Jó. És fog indulni. Már elindul? Akkor figyelj, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, tényleg nagyon nagy királyok vagytok. Jövő héten jövök érdekes streamekkel. Köszi szépen, tényleg nagyon jó volt ez a stream, én nagyon jól éreztem magam, és nagyon cukik voltatok. Úgyhogy puszi, jövő héten találkozunk valami nem IRL streammel hét elején. Sziasztok. Lehet, hogy holnap. Valorant. Most nekem kell elindít. Valorant, köszi szépen a feliratkozást! De lesz majd custom Valorant lesz, mert kiváltotta a Luca Bálint. Köszi szépen a feliratkozást! És most megy a raid? Sziasztok! Igen. De hol lehet rá menni? Azt megy. Mindjárt indul, nézd. Ez azt mutatja, hogy mindjárt letterik, és akkor gondolom indul. Ja, jó, oké. Ezt most hogy lehet ki? Menj innen. Ezt most hogy? Mit csinált? Hát ez most... Marian csak ezt csinálja a telefon előtt. Hát ez most a Twitch. Ez most a Twitch, és ki akarom nyomni a Twitch alkalmazást. Megcsipte a mellkasom és szúnyog. Megcsipte egy szúnyog a mellkasom. Van story Twitch. Bye! Nagyon jó.